Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Mielőtt tovább menjünk egy nagyon jó témával, azelőtt szeretnék üzenni valakinek, hoztam ma mézet, gesztenyés mézet, azt is edd meg, te gyökér, mint a pápusztai. De ezzel most egyébként a Janival vagyok. Én nem szoktam ilyeneken háborogni, de marhára igaza van. Múlt héten pénteken hoztam neki egy pápusztait ledobozolva, szépen lefóliázva. Azt mondta, hogy nem viszi el, mert megy még emberek közé, és a pápusztainak hát van egy csodrás, van, amit van könyörületben. Van egy alapszagom, és ha még erre ugye a pápusztai végig rám. Már megszokták az alapszagot. Ennek se tudja, lehet, hogy javítaná egyébként. Egyébként nem lehet tudni. Gondolkodtam is rajta, hogy bedörgölöm a hónomat. Na szóval behagyta Jani, hogy nem viszi el, majd ma hazaviszi. Bejövünk ma reggel, és nincs meg a pápusztai. Illetve? Hát a fele van meg. Pontosabban megvan, csak ugye valaki kicsit... Fölbontotta valaki. Belecsámcsogott. Nem is olyan rossz, és belezavált. De hogy, ez nekem most egyébként azért baromi kellemetlen, mert bármit mondok, úgy néztek rám, hogy kicsit érzem, hogy néztek rám. Tehát, hogy úgy mind a ketten, amikor ez a dolog felmerült, és ott ültünk kint, hogy rám néztétek egy pillanatra, én nagyon elkezdtem védekezni, de éreztem, hogy nem nyugtattalak ezzel meg benneteket. Tehát az én a mindenbe belezaválós ember, aki most tényleg ártatlan. De gyerekek, esküszöm, most ne nézzetek így rám. Aha. Tényleg ne nézzetek rám, nem vettem bele abban a rohadmány a sajtba. Én elmondom, mit csináltam. Az utolsó bűnöm az volt, hogy pénteken elmentem, és én vagyok egyébként az utolsó nyom, a szemtanú, benéztem még a hűtőbe, mert kíváncsi voltam, hogy ez a sok kaja, amit van, az hova tűnt, és láttam, hogy Feri akkurátusan bepakolta, akkor még megvolt a sajtod, meg. Bontatlanul. Tehát akkor még senki nem nyúlt hozzá. De pénteken én így hagytam itt. Tehát te mentél el utoljára. De én nem nyúltam. Ajtó bezárul. Utálom, tehát, hogy... Ajtó bezárul, és mi nyitjuk ki hétfő reggel? Na szerinted? Na, az ajtó bezárul, az annyi volt, hogy szevasztok, elmentem, te hol zárom én az ajtót? Meg ti hol zárjátok az ajtót, ha utoljára mentek, hagyjatok már. Tehát hogy... mikor kérte utoljára kulcsot ajtót zárni? Azért ne cédítsél, mert egyikről se zárja az ajtót. Nem szereti a pápuszt, és azt sem gondoltam tovább, hogy mondjuk a Viki szombaton mondta, hogy két napja nem akar egy gyerek, hogy megpusztulja, és nem érte, hogy miért. Lehet, hogy ott... De nem, azért... most higgyétek, tényleg ártatlan vagyok. Ráadásul mi történt? Valaki bejött, fölbontotta akkurátusan a csomagolást, és késsel egészen szabályosan levágott egy teljes részt. Na most, ha ezt én csinálom, az nem így néz. Ez is nem, mert hogy... akkor törnél belőle, vagy igen, le lenne szakítva belőle harap, egy 10 dekás darab. Fognyomok. És miután igen, nem is lehet visszatenni a dobozba. De túl szabályos, szépen késsel, ráadásul visszacsomagolva, visszarakva a hűtőbe, tehát minden jel arról árulkodik, ez nem én voltam. Srácok, óriás taplóság, azért valljuk be őszintén. Tehát, hogy ott van bent, origini, csomagolás, senki nem nyúl hozzá. Nyilván odamész, felbontod, persze, hogy hú, de jó kis pápuszta, és eszek belőle. Azért ez nem így megy, az a hűtő a mi hűtőnk a mi kajáinkkal. Erre odajár mindenki, hogy hívják, hogy zabálni, mint a nem tudom, a Robert bácsi konyhája. Az a durva, hogy durvább, mint amikor én megeszem a túrórudidat. De azért durvább, mert valahogy ott eltünteted az egészet, és jól fene vigye eltűnt egy túrórudi, de itt egy lebontatlan sajtot kinyitni, levágni belőle, visszacsomagolni, ez most nem magamat mentem, na, vagy ha, igen? Kicsit, picit igen. De hogy picit igen, de ez pofátlanabb. Tehát ez tényleg durvább. De. Ezt meg én sem merném megcsinálni, pedig rutinos belelő vagyok azért szemem serebben, ha valamire rá kell menni a hűtőben, de hogy ez... Ráadásul ismerve a pápusztainak a kémiáját, ugye tudod, hogy amit egyszer kibontottál, tehát egy pápusztai csomagot kibontottál, és ott hagytad a hűtőben pénteken. Az hétfőre. Érted, az hogy azért az hétfőre már a központi fűtésnek is köszönhetően azért az már olyan szagot fog magával el. Azt nem is tudod egyébként, hogy ahogy Feri bejött, reggel mi volt az első szag. Hát, mi ez a rettenetes szag van itt. De így már nem is jó, vagy így már nem viszed el, vagy így már nem kéred? Vagy az elvzavar, hogy belehet-e? Nem, elviszem, mert rettenetesen jó, leerről hozta Feri, iszonyatosan jó pápusztai, de hogy néz már ez ki? Tehát, hogy legközelebb. Azért mondom, gesztenyés mézet is hoztam, zabáld meg azt is. Érted? Azt is szeretem, nem vagy gyökér. Ott van az asztalon mellett, látni fogod, jó. Te kihagyom egyébként a bankkártyámat és a PIN-kóddal. Jó, egyébként csak mondom, gyerekek, hogy teljesen fura ötlettől vezérelve én is hozzájárultam a éves tervéshez, és a múltkor hoztam egy üvegmézet, hogy abban 4 centi van egyébként, és egyszer ittam belőle. Tehát még ha mindannyian ittunk volna belőle, minden nap az se jön ki. Tehát valaki arra is rájár. Én egy szót se szólhatok, hallgattam is, mint a sír. Egy műszót nem szóltam, hogy nem dumáltam a gyerekek. A mézemet. Egy hete osztam a mézemet, valaki konkrétan megette, nem zavar, mert én nagy rájáró vagyok, de itt gyerekek itt csúnyán meglopnak el minket azért. De azt tényleg nem értem, hogy azért itt minden reggel, na jó, nem minden reggel, de három naponta itt reggelenként ilyen terülterülj azt a kámmal, elsősorban mondjuk Ferinek, másodszorban meg a kedves hallgatóknak köszönhetően, akik hoznak be állandóan mindenféle cuccokat, megjelenik itt 10-kor a siserehad, lezabálnak mindent, aztán szépen távoznak, és na most ez egy más dolog, hogy utána Anna szokott általában elmosni, ez is megérne megint egy misi. Nem érdekes. De rakjunk ki csalikaját. A hűtőnket. Most mi kéne? Csináljunk csalikaját. Figyeljetek. Az mérgező? Olyan, hogy rosszul lesz utána? Ne, csak köpjünk bele. De azt nem fogja hozzá tudni, hozzá már felé egy vaníliasodót. És körbeálljuk.
Nem, nem ilyenre gondoltam, Feri, nem. Nem, nem. Féli, véletlenül sem. Semmi hát ilyenre gondoltam. Én csak mondani. Azt mondtam, hogy hozzál egy vanília. Megsózzuk. Azt, hogy te a piszkos fantáziádban mit gondolsz, elhatárolodom, és mindenkit elhatárolódásra szólítok fel. Megsózzuk. Hasajkázzuk meg. Illetve hát megsózzuk. Én most ebben az esetben meg ananászhozom, mert hogy elég sokat fogyasztok. Hasajtózzuk meg. Figyeljetek. Legyen hasajtó. Az. Az kéne. Mérgezzük meg a kajánkat. Az kéne. És most, hogy elmondtuk, ha nem is teszünk bele semmit, mindenki félni fog attól, hogy mit teszünk. A gyerekek minden munkahelyen lopnak a hűtőből. Rettegni fognak. Mindenhol lopnak. Csak mondom, hogy Ákos dolgozott a hétvégén. Te voltál bent hétvégén? Már megint én. Jó, voltál bent hétvégén? Kézeim, de miért én? Én nem szeretem a pálpusztait. A helyzetben én sem jönnék be úgy, hogy nagyon finom volt, szóval azért ezt megértem, hogy az első vonatom nekem is az volt, ne nézzetek így rám, én nem szeretem. Tehát ilyen helyzetben mindenki ezt mondja, ettől még mi nem hiszük el, hogy te valójában nem szereted. De a szavába vágtam, mert azt akartam, hogy péntek óta nem szereti. Hát nem szeretem a pápuszt, hogy péntek óta. Dolgoztam, és egyébként, hogyha én lettem volna, akkor szülinapom volt hétvégén. De nem én voltam. Ja, akkor utólag is Isten értese, aztán geszni is mézen szabály. Jó, mit csináljunk a munkai tolvajjal? Gyerekek, munkai tolvaj van köztünk, ez már egész biztos. Eltűnt a napszemegem, lenyúlták. Tehát tényleg remélem, hogy hordja, és egyszer elfelejt, és bejön még ide a rádióba, és kiszúrom. Ha láttok valakivel birkozni a folyosón, az ad lesz, hogy kiszúrom a napszemegemet. Te szemét! Tudtam, hogy egyszer felveszette rohadék. Tudtam, hogy elfelejtett. Te tényleg rohadjon meg, aki a mosdóból elvitte a kedvenc napszemegemet. De tényleg. De miért hát, kell? Hogy tényleg. A női mosdóból, azt tegyük. Az mindegy. Most ne akadjál fel ilyen részletek. Nem ez a lényeg. Tisztábbnak gondolom a női mosdót, bár a múltkor tudnék mesélni, hogy gyerekek egy pufajka belső volt a női mosdóban, mármint csak a széle, és mondom, jó van, azért a lányok is emberek, ilyenkor mindig megnyitom. Hát ha csak nem egy fiú volt előtted, mert hiszen több fiú is oda jár már. Úgy, mindig azért jövök a női mosdóban, mert azt hiszem, hogy tisztább, ez a múlt héten megdőlt, mondom, a kutyafáradt. Mi tehettél, te szegény kis mátka? Mit csináljunk? Mit kell csinálni a munkai tolvaja? Hogy leplezed le? Most láttam ilyen telefonra köthető kis kamerákat, hiszen sokan használják dohányboltokba, trafikokba, éttermekbe, mint tudom, bekamerázott 30 ezer forint, berakod, és wifin keresztül igen, jelet küld a kamera, illetve már olyan kamerák is vannak, ami jelzi, hogy ha mozgást érzékel. Tehát azonnal a telefonra, wifivel összehangolódva, neked jelzi, ha mozgás van a szerkesztőségi szobában. Nem csak rossz. Tárolja és nézi, hanem bejelez, ha mozgás van. Csak ne kívülről legyen, föl, hanem belülről. Legyünk profik. Mi nagyon profik vagyunk, legyen, ezt megbeszéljük előadásban, a három profi. Tegyünk be kamerát! Kamera! Hú, de profi vagyunk! Hasajtós étel és kamera! Ez a három okos tudod előadása. Aha, tegyünk be kamerát, az jó, arról biztos nem fog tudni. Igen. Úgy kell rejteni, hogy tuti, hogy ne vigyék el. Például azt is mondjuk Feriben el, hogy hova fél évvel rejtjük, ezelőtt egy ilyen fél tábla, egy negyed tábla szalonnát, valamiért azt nem viszik el. A szalonnába kell rakni a kamerát, berakni a hűtőbe. Az én szalonnámba te ne tegyél semmit, abba az van, aminek benne kell lenni. Na, szalonna. Én azt pénteken majdnem kidobtam, az a te szalonnád? Igen. Én picit átnéztem a hűtőt, pénteken lesz, ami lesz, hát ha haza tudok vinni valamit, konkrétan átnéztem. Egy ilyen... De először haraptál belőle egy. Valami fura, ilyen keserű sajtba beleharaptam, azt nem tudom mi volt, de akkor kiderült, hogy ez a pápusztai. Aztán visszacsomagoltam, abszolút nem ízlett, tehát nem foglalkoztam vele sokat. Egy ilyen sima ilyen, amiben hentes csomagolja a hurkát, egy ilyen papír zacskóba becsomagolt, hát valamit kell, találtam tehát a hűtőben, kibontottam, fölüvöltöttem és visszacsomagoltam. De miért üvöltöttél fel? Mert kicsit már így a penész elkezdte a szélét. Így az akkor nem az én szalonnám, nem penészedik. Gyerekek, olyan dolgok, csak mondom, tehát hogy így egy érdemes lenne egy átspriccelni azt a hűtőt, meg átmosni, mert szörnyű dolgok vannak. Na mindegy, mit csináljunk a tolvajjal? Hogy fogjuk meg? Kamerát neki? A kamera az jó. Kamerát neki. Az. Most azon gondolkodtam, hogy nem akarom bántani, de mi van, Gábor volt? Aki? Melyik? Hát a ti Gáborotok. Egy kis ja, most hirtelen nem tudtam, milyen Gáborra van. Nem, de aztán majd írni én fog, én hogy is másik Gáborra gondoltam. De hogy nem, hogy hát ugye az Amaránt lisztet majd becsempészi, ezeket a gonosz kajákat meg kidobálja. Á, nem. Ő nem mer hozzáérni ezekhez. Nem, tudod, mi volt? Ez valamilyen mikróban nálunk melegítő, kicsit a hűtőbe benéző, kicsit jó abba belenni. Az jól mondani, egy mikróba, egy sejtő, egy papucsállatra. De más munkája hogy csinálják, drága hallgatók? Írjátok meg, hogy véded meg a kajádat a hűtőben? Mert mindenhol, ez mindenhol egyébként egy neuralgikus pont, hogy berakod a kajádat a hűtőbe, és délre vagy beleesznek, vagy elcserélik, vagy nem találod, vagy meglopnak. Hát hány munkahelyen voltunk mi is, mindenhol megették a kajánkat. Nem? Annak idén Budapesti Tejpörő vállalatnál úgy védték a kedves kollégáktól a hűtőben lévő termékeket, hogy rászereltek egy
tutólakatos, ilyen kamrazát. Ismeritek ezt, amikor tőled ráfordított szépen a lakatot, ezt rárakod. Le lehetett lakatolni a hűtőszekrényt. Azt mondták, hogy na, elmentek, most már jó. Na jó, de ott minden munkatársak van kulcsa. Igen, nem, egy nagy nem, van kulcsa, nem, egy van. A hűtősnek. Csak mindig van mész, egy poszt, amikor... a hűtős. Reggel bejön, szépen kinyit, délután elmegy, bezár, és ott volt rajta a lakat. Nagyon viccesen nézett ki. Bementél, és a hűtőn ott volt egy ilyen, mint egy ilyen ólajtó. Komolyan. Lezárva. Így nézett ki. De szerintem ez korrekt. Meg készíteni kellenünk egy ilyen kalodát. És ide kirakjuk előre az ülői 102 elé. És aki lopott, azt... Loptam a hűtőt. valamit csak bele lehet csempészni a kajában. Hát tegyünk ki valamit bele. A héten, amiről nem mondjuk meg, hogy micsoda. Valami festéket, amit nem látsz, és a száját viszont befesti. Aha. Ha kajált belőle, akkor mit én, piros. De nem biztos, hogy itt vagy. Hát de tehát nekünk olyan kell, hogy mi 10 után mi nem vagyunk itt. Tehát olyan kell, amikor én délután 4-kor látom, hogy jön valaki és beleeszik. Most, hogy neki piros ez a száj, azt lemossa, tudod. Azzal nem érünk semmit, hogyha mondjuk vasárnap is áll véreset. Amikor otthon vagyunk. Az nem biztos, hogy mi az E-pluszban dolgoztunk együtt, hát ott figyelj, ott konkrétan ment, hogy ott mindenkinek dobozos címke volt feliratozva. Hát mi mondjuk ott még a másik végén mondjuk voltunk. Mondjuk el sem számított semmit. Nem. Te reggel nekem beraktad. Biztos nem. Egy órával. Akartam mondani, hogy csak nem te voltál ott, és amúgy jó. Én akkor még a másik oldalon voltam, akkor még nem betettem, akkor még én vettem ki. Zolika nevű sráccal. De még mindig nagyon jó kajákat hoztatok. Tehát hogy kiválóan neked tudtam, hogy főz az, neki tudtam, hogy főz anyja, neki nagyon szeretem a rizses húsát. És már reggel kérdezted, hogy a mama csomagolt most, vagy te csináltad? Miért vagy ilyen kíváncsi? Nem, hát csak kérdezem, semmi. Hogy ugyanazt a rizses húsztad, mint a múltkor, ehetetlen volt, mondd meg anyának, változtassa a receptem, mert az szörnyű volt. Te voltál? Dehogy én voltam. Ja. Én nagyon szeretem a pápusztait, de világ minden kincsért nem enném meg a Jani pápusztait. Jaj, de nyallereskedtek is. Fújj, mindenki nyallere. Én belezabálok, én bevállalom. Megint ti vagytok, és semmi pénzén nem enném de meg nem a tiédet. De nem enném meg tényleg. Én simán. Viszont beszéltem valakivel, hogy nagyon-nagyon furcsán összeérnek a szálak. Ülői út 102-be dolgozik ő is, veszélyes hulladékokkal foglalkozik. Ferenc, és azt mondta, hogy neki úgy ették meg a csirke pörköltjét, hogy berakták a csontot a nokedli alá. Tehát amikor... De. Az igazi parasz. De. És innen telefonált, és mondta, hogy lehet annak, hogy ugyanaz, hogy fogjunk össze. Ja, hogy itt tették meg a kajáját? Ülői út 102-be hát dolgozik. És kiették a csirkepörköltből. Így van, a jó kis combokat leszopogatták, és akkurátusan berakta a csontot, a galuska alá. Jó lesz az még leveskének. Nem viccel? Hát meg az íze, az igazi, a galuskát érted még azért rohadékság, és mente védelni kicsit Feri. Kicsit röhögök rajta, tehát nekem kicsit tetszik mi? Is, de aljas. Hát én tudok röhögni, ha valaki srácok. Ekkora szemét, de ha velem csinálnak, nyilván is fölrobbannék, de picit mosolyogni, hogy rohadjál meg. Jó, akkor rohadjál meg. Az a jó, hogy megeszed a felét. Igen. Hol van? Hát az anyám ide rakta. Vagy a feleségem leporolta, hogy eszed a nokedit, eszed. De ez akkora személy. Meg akkor a lényeget zabálja ki belőle. Érted, ott hagyja a kis pörköltből, ott hagyja a szaftot, meg néhány ilyen kisebb darab mócsingot, azt az összes színhús kizabálja belőle, igen. Azt ott hagyja. Olyan doboz nincs, amin magán van a számzár. Tehát olyan tál, olyan de edény. Van, persze. Utállal együtt fogja elvinni ennyi. Azt úgy hívjátok, hogy ilyen kis kazetta, pénzkazetta hozzá egy olyat. Tényleg egy olyan. Kis izével, nem tudom, de gyereknek van ez egy egészségügyi is doboz, ami van egy 3 számból álló ilyen számkód, ő ezt kinyitja, azzal játszik, hát akkor ilyenbe kell tenni. Nem, valami nemesebb bosszú kell tenni, ez a hashajtó vonal, ez nekem nagyon tetszik. Ha megeszem, de másnap visszateszem, akkor én ugyanolyan rohadék vagyok? Igen. Tehát én mondjuk megeszem tőled egy túrorudit, de veszek egyet, te nem de úgy, hogy már átment rajtad? Igen, becsomagolom. Hát készültél rá, hogy megeszed, az a baj, és azzal hiába próbálod másnap kárpótolni. Hát aznap igen? Készültél aha, jó, rá, nem, az nem. A baj. Uh-huh. Rendes dolog, de mégsem. Figyeljetek, egyébként ez a fajta lopás, ez bűncselekmény? Nem tartozik, 10 000 forint alatt van. Mi van itt hétvégén? Itt van a Garami. Argyelán Kriszta, ő kezd reggel. Argyelán, ki van még hétvégén? Meg ugye a technikusok, ugye, Dudikám? Meg itt vannak a technikusok. Kicsit most puffadtál is. Ben voltál hétvégén? Nem volt hétvégén. Szerencsét. Hol a Zsül? Hát, betegedett. Ja, tényleg, egyébként a Feri vagy a Zsül megbetegedett. És pénteken kimegy el utoljára közülünk? A Zsül. Zsül. A Zsül. Gyerekek, rakjunk már bele valamit az egyik kajába. Mire jön a szemét?
Hát úgy látom, hogy ez a szemét, ez mézre. Mire jön a tolvaj? Sajtra, mézre, az már biztos. Csirkecombra. Csirkecombra. A kolbász is nagyobb volt, amit betettünk. Egyébként tényleg így van. Én azért gondoltam, hogy nem a mi kolbászunk. Az én voltam. Te voltál. Persze, abban én elvittem kicsit haza. De az a ne törődjetek. De hát semmi. Azért pénteken mondom az Annának, Anna, maradt egy csomó kaja, tegyük el, jó lesz hétfőre. Hozzak kenyeret. Én pénteken kinyitottam a hűtőt 10:30-kor, nézd már, anyuk, mennyi minden megmaradt. Egy kis leszeltem. Leszeltem egy kis kolbászt, pakoltam egy kis sajtot, bedobáltam egy dobozba, elvittem. De a pápusztai nem én voltam. De a kolbász sajt az én voltam. De gyerekek, én a belállok. Hát én megmondom. De persze, te frankó vagy. Ilyenkor már beleállsz, de érdekes módon sose jön egy izé. Most reggel az a kettőre indítanom, hogy vittem a kolbászból, Feri. Hát nem kérdezem. Engem nem zavar, nem. Én a többiek élelmezésére. Ja, hogy be kellett volna valami? Jó, nem vallottam, egy kicsit féltem, hogy nem. Egyetlen dolgot nem veszitek észre. A dobozra legyen írva, de minden dobozra, hogy Balázsé. Két dolgot érünk el vele. Balázs a sajátját soha nem eszi meg. Egy, megmarad. De az rossz, hogy én vagyok gyanúkeverő. Nem én nyúltam a rohadt pápusztásra, de az én vittem a kolbászból. Más meg nem mer hozzányúlni. Mert fél, hogy majd mizét patáliát csinál belőle. Rohadtul félnek tőlem. Úgy megették a diómézemet, a hársmézemet, és sima ilyen hamisított nem volt ráírva, nem tudtuk. Hát azt, nem tudták. Ott van az asztalomon, az mi? Hát azért az asztalom az egy ilyen olyan terület, ami azért nem nézhetem hozzányúlnak. Anna bejön rendet rakni, nagyon mérges dolog. Tudom, én egyetlen egyszer csináltam, soha többet. Olyan szép káosz volt, bejött rendet rakni. Igen. Normális, hogy nem találok semmit, ne rakjál rendet az asztalon, de átlátok ezen. Nézd, az asztalon pedig minden van. A múltkor ott találtam néhány embert ilyen vegyvédelmi öltözetben, gázmaszkban, villával turkáltak benne. Tehát figyelj, nem áll meg a dolog, mert simán megették a mézemet. De kamerát kell felszerelni. Tegyük be kamerát. Kamera, az a legjobb szerintem. Jó. Nem tudják, hogy hol lesz, nem tudják ellopni. Nem tudják ellopni, hát fölrakom a falra, hogy viszi el? Látsz egy maszkos sávot, mászni föl és szereli le a kamerát. Hát együnk be egy kamerát, gyerekek. Persze, maga a szobába, jó. Majd kitaláljuk, hogy hova. El kell kapni. Ennyi. Mi szerint, ha benn van kamera, be fog jönni, hát akkor már nem jön be. De nem látja. Titkos. Tehát ez már olyan, mint lesz. Amikor már nem attól félsz, hogy eltűnik a nyájad, csak őrzöd a nyájadat, de tudod, hogy már senki nem tud a közelébe kerülni. Milyen titkos hogy kamera? Hogy jön ide az élő birka? Hogy mi van? De milyen titkos, amely bejön, látja ott a kamera? De hogy látja, nem látja. Valamelyik hát tárgyba, vagy valami olyanba tesszük. Van egy persze. Csomó, az egyik sztori díjatba beletesszük, hogy mit tudom. De nem mond már el. Ja? Tök jó ötletek. Jó, kiveszi valami meg. Kitaláljuk. Jó, tessék, akkor dobjuk össze, kiveszi meg. Mennyire kerül egy ilyen kamera? Sem ennyibe, 5000 akkor forintba. Akkor én veszem meg. Ja, akkor nem. Így van, megyek, intézem, 5000, ja, annyi nincs. És majd azt látjuk rajta, hogy így van egy üres szoba, és akkor hogy szombat délelőtt egyszer csak megjelenik valaki a plafonról, egy dróttal ereszkedik le. És Laci felszereli, tök jó műszaki ember. Megcsinálja Laci. Nagyon röhögnék egyébként, közülünk lopna valaki. Tehát, hogy nagyon röhögnék az ember közül, és itt megy a izé, kamerát neki, fogd meg a tolvajt, forró vizet a kopaszra, és valaki egyébként közülünk ette meg a sajtot. Már hármunk közül? Nem, hatunk, nyolcunk közül. Juli, Zsű, Laci, Anna, a Zsű betegsége az egyébként most egy picit gyanús. Azért azon nekem. Nagyon nevetnék, hogy tolvajt akarunk fogni, és közben itt ül most. Lehet, hogy romlott egyébként. Volt a sajt. Aha. Akkor remélem, Zsű, lesznek szövődményei. Gyerekek, nagyon elvetemült ötletek jönnek. Igen? Igen. Tehát Robikának elborult az agyam megint, de szörnyen eltettem, hogy mit rakjunk a disznóbélbe, amiről azt hiszik, hogy Mája Surka. Ne, fúr! Te szemét megetted a vézet! Na jó, van 3-4-9. Itt nagyon sok hallgatók írt nekünk, hogy ők mit csinálnak a munkájukon. Segítsetek nekünk, jó? Mindenki dolgozik munkája, mindenki a közösben tárolja az ételét. Mi a jó megoldás? Mit tudtatok ti csinálni, hogy ne egyétek meg, vagy ne egyék meg a kajátokat így a munkahelyeteken? Kapjuk el a rohadékot, 0676450000. Ma még ide jöhet, ma még amnestiát kap. Nem, ha ide jön ma és bevallja, akkor elengedjük. Holnap, ha kiderül, hozzuk a pokrócot, és nagyon-nagyon-nagyon megbüntetjük. Na, és ugye arról beszéltünk, hogy tudja az ember megakadályozni egy munkahelyen, hogy ne egyenek bele az ételében. Ez egy nagyon komoly probléma egyébként a legtöbb hallgatónknak, ahogy látjuk az SMS-ekből. Mindenkinek az étele, ha beviszi ételhordóban, ha rendel, ha ott hagyja a hűtőszekrényben, veszélyben van, mert minden munkahelyen, lásd ugye itt is, megvannak azok az emberek, akik hát nem... tisztelik a magántulajdont. Nem, a szemetek. Kedvelik az idegen ízeket. Igen, mert ez az én számból nem annyira hiteles, hogy ezt ilyen nagyon lelkesen konform és felháborító, hogy milyen emberek vannak, de lecsomagolt sajtba soha nem ettem bele, hiszen péntekig.
Úgyhogy... Igen, és továbbra sem szereted a pálmisztait. És a kutya fáját bebizonyosodott, hogy továbbra sem az én sajtom. Igen, nem szeretem az ilyen túlérett sajtokat. A kérdés ugye az volt, hallgatóinktól így írják meg nekünk, hogy ők mit csinálnak, kinek milyen rendszer, eszköz működött annak érdekében, hogy megvédje azt, ami az övé. Hát aki dolgozott már ilyen kollektívában, az tudja, hogy gyerekek, amikor ebédidő van, éhesen veted rá magad a kis otthonról hozott, párod által megfőzött, anyukád, nagymamád által megfőzött kis rizses húsra, és ha nincs ott, nem úgy van ott, nem úgy találod, az igen bosszantó tud lenni. Nem? Éhes vagy, ennél akkurátusan becsomagoltad, hoztad, és vagy meglopnak, vagy beleesznek. Vidra vasat a grizzlinek, ezt írta. Nagyon jó. Ezt írta Szilárd nekünk SMS-ben. Nem az a gond, hogy megeszik, hanem hogy hónapok óta a hűtőbe rohadó kajának nincs gazdája. Múltkor ételhordóstól dobtuk ki a szőrös spenótot. Az milyen, amikor a szőrös volt a spenót. Tavaly márciusban lejárt joghurt is vicces. Egy navos küldte nekünk. A napnál is megy. Látjátok, hogy ott sem. Pedig ott a tisztességes emberek között bizony kaját lopnak. De ott nem lopnak, hanem benne hagyják a hűtőben, vagyis nem jelentkezik a, nem jelentkezik a tulaj. Ne. Csak igen, az áfát tették le róla. De az áfa a penész. Igen. Nálunk a kollégiumban szintén volt ilyen probléma, rendszeresen kilopkodták az ételhordóból a kaját. Végül a közgyűlésen az a megoldás született a problémára, hogy az egyik nevelőtanának ott kell ülni a hűtő előtt és őrizni az élelmünket. Az kemény, ezt Milán küldte nekünk. Nekem is fogyott el kajám munkáján úgy, hogy nem én ettem meg. Kiraktam csali kaját egy kis hashajtóval megtúrózva. Sikeres volt, és meglett az ember. Sokszor ment a vécére, de nem szóltam neki, hogy megvad. Jól szórakoztam rajta, tüdőbácsi küldte nekünk. Ez a hashajtózás, ez egyébként működik. Az milyen lenne, gyereke, hogy behashajtóznánk, és három nap múlva az egyikünk nagyon rohangálna kifelé. Az milyen lenne, hogy egymást buktatnánk le, nem? És a Feri néha eltűnt, hogy föltűnnénk, hogy figyelj Jézusom, hogy rájönnék, hogy úristen beleelve. De én hozom hát a saját sajtomat, amit én hozok a Jánosnak ajándékba. Most már izgalmas. Igen, az a baj, hogy mindenáron fogjuk tudni, hogy melyik a csalikajában nem. Az a baj, hogy egy embernek nem viszed haza rohadék, gondolta Feri. Ezért hozom, ezért veszem. Akkor... Nem, itt én egyre inkább azt mondom, hogy te vagy egy gyanús ebben a dologban. A saj dologban? Minden dologban. Nem a saj dologban, a minden dologban. Mindenről én teltek. Igen, hát te szoktad kizabálni a túrórudikat, az benne hagyott maradékot. Azt tudod, hogy volt egy csomag zselés szaloncukor az asztalodon. Azt tudom, meg is ettem, persze. De azt tudottam, mert azt én nem szerettem, azt azért hagytam ott. Figyelj, nagyon tiszteletudó voltam, mert jártam január végéig. Az december elején kaptad, mondom, nézd, már anyjuk két hónapja nem nyúl hozzá, hát akkor na, csak rámegyünk arra a kis zselétszaloncukorra. És most te ezzel terelsz, hogy azt mondja, hogy fogjuk meg a tolvajt, ugye? Mindannyian rámentünk erre a sztorira, ki fogja tudni, hogy hol van a kamera, ki fogja tudni, hogy mi betettük a hashajtót, ő. Azt hagyján, gyerekek, én a kamerát is ellopom. De ez csak játék, hogy ültél a kamerának, én meg elviszem haza. Feri, azt kell csinálnunk, hogy bekamerázzuk a hűtőt, meg a holtteret. És ez jönnék be egy sisakban. Tudod, hogy bízna jobbra-balra. És basszus, lebuktatnátok. És jönnék be, tudnám, hogy hol a kamera, de nem szólnátok, és beraknátok egy másikat, egy mondjuk egy töltőtollat, tudod, mert van ilyen kamerás, vagy beraknátok ide. És ott kommandozik befelé, tudod, a falon simulva. És nagyon kommandoznék végig a holtérbe, viszont a másik kamera, amiről nem tudok, simán fölvenni végig. Úristen. És nyúlsz a kamera felé, mi ezt néznénk élőben, és ugye itt van egy nagy anyajegy a bal kezeden, de lenne rajta egy marha nagy púderfolt, hogy ne ismerjük fel. Ilyen lealapozva a bal kezem, tudod. Hozzáteszem, ha nem hülye a tolvaj, akkor most egy hatalmas anyajegyet applikál rá éppen a kezére, és úgy fogja meg lenyúlni a cuccokat a hűtőben. Az rohadékság, hogy még rám is tereli, hogy csinál egy ilyen szőrös anyajegyet a bal kezére. Balázs! Írek a hallgatók, hogy a sokaknak bejött, hogy az ételt két dobozban kell tárolni, a külső dobozra kék penészt kell kenni. Ezt nagyon sokan megcsinálták, hogy ennyire veszett állapotok vannak munkahelyeken, tuti, hogy ott marad a kaja. Plusz esély, hogy a legalsó polcra teszed, az éhes kollégák ugyanis lusták. Ez Betty küldte nekünk, rutinos hozzászól egyébként. Az alsó polcra ritkán nyúl be az ember. Az a baj, hogy nálunk derék magasságban van a hűtő. Tehát, hogy ott... Csak nekem ér homloki. Figyeljetek, elmondom, mi van. Még egy újabb zseniális ötleted van? Nem, elmondom, hogy mit csinálunk. Azt fogjuk csinálni, hogy bekamerázzuk a hűtőt hétvégére, és feltesszük egy streamre. És megkérjük a hallgatóinkat, hogy figyeljék. Megkérjük a hallgatóinkat, hogy figyeljék a hűtőnket. És az lesz, hogy váltják egymást. Valaki mindig nézi nekünk fél órára, mert vannak olyan drágák. Ez jó. És jelent az, aki látott pozgást a hűtőnél, hétfőn megírja, hogy mit látott. És elkezdjük felgöngyölni a szálakat. Bestreameljük, mit tudom, nem tudom, egy kis kamerával, bármivel föltesszük, hétvégére megcsináljuk. És bestreameljük, nem? Jó, de nem matricázzuk fel, hogy MS Security.
És figyelhetik a hallgatók a hűtőszekrényt, és jelentenek nekünk, ha van bármiféle mozgás a hűtőszekrény. Jó, beosztást készítünk, tehát lehet jelentkezni megfigyelőnek. Igen. Jó, hogy éjjel-nappal legyen, tehát ne az legyen, hogy mit tudom én, szombaton délelőtt marhasokan nézik, de éjszaka senki. Igen. Nagyon jó. Nagyon durva események jönnek közben, de ezt tényleg megcsinálunk. Volt munkahelyemen fordult elő, kolléganő pizzát rendelt, belehalapott hármat, majd rájött, hogy késni fog, a pizza szeletet dobozba hűtőbe visszatette, következő szünetben már hűlt helye volt a pizzának. Jézusom. Az három harapás után már úgy nem mész rá, nem? Aha. Ráírtam a rakott krumplira, hogy beleköptem. Délben mentem ebédelni, és rá volt írva a papírva, hogy én is. Akkor talán nem eszed meg. Atya úristen, vettem a másik ebédet, ezt István küldte nekünk. A krémsajtos dobozomra rá kellett írnom, hogy aranyérkenőcs. És úgy megmaradt, írja egy hallgató. Azért ez milyen? Tőlem is nyúltak már sokat. Csináltam wasabi sütit. Egy nap alatt kiderült, hogy ki volt. Igen. Egy nap alatt Na, kiderült. Na, az nem rossz. Az nem rossz. Én belepisültem a narancslébe, amikor megmondtam az értekezleten... Csak megfeledkeztem róla. De jó! Nézd, indiai a űrvédikus módszer egyébként, tehát csinálják. Igen, megmondtam az értekezleten, mit csináltam, az illető kirohant a budira hányni, ott jöttem rá, hogy ki volt. Tehát olyan durva dolgok vannak. Kutya édességet tett ki a haverom a lopakodónak, gondoltam, hogy megmondja később, de a főnöke is belevet. Ezt Árpád küldte nekünk. A raktárban a targoncás Tomika állandóan megitta a hideg ásványvizemet nyáron, amit már azelőtt nap beraktam, hogy hideg legyen, ezért megleptem és teletöltöttem ecettel, mivel mindig gyorsan húzta meg, nehogy meglássák. Azonnal kiderült, amikor köpködve rohant ki az ebédlőből, és még nekiállt feljebb. Nagyon visítottam. Ezt Bobita küldi nekünk. Köszönjük szépen. Egyébként ez a kutya édesség, ez nem rossz. Hát ugye vannak ezek a kutyaszalámik, amiket, hogyha szép, vékony szeletekre vágunk, és csinálunk belőle egy korrekt és hideg tálat zöldségekkel szépen feldíszítve, és ezt így folpak alá csomagolva berakjuk a hűtőbe, hát rohadjak meg, ha nem esznek bele. Egyébként tényleg? Simán. Biztos. Hát, de attól még nem buktatod le, menj. Az nem baj. Egyet. Igen. Egy időben valaki rendszeresen dézsmálta az ebédre hozott kajámat, egyszer főztem egy megyleves cukor helyett jó sok szillittel, egy nap múlva egy kolléga egész nap a WC-n ült. Igen. Egyértelműen lebukott, el is ment a cégtől, ez zsúk küldte. Picit hajt. De hogy hány helyen probléma ez valójában, nem? Hm. Na jó van, oké, betesszük streamre? Be. Jó, megcsináljuk. Ez jól hangzik, ez jó. Kérünk egy kis segítséget, és a jelszó vidra vasat a grizzlinek. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Gyerekek, egy érdekes témával foglalkozunk, mert hogy a pápa egy furcsa kijelentést tett. És szerintem erről minden szülőnek megvan a véleménye, illetve mindenki képvisel valamit ezen a téren, mert hogy a gyereknevelésről nyilatkozott a pápa, és én bírom őt, mert hogy jókat mond, jókor szól, szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokféle vatikáni hagyományal ő próbál szakítani, őszinte, szókimondó, teljesen más, mint az elődje. Ugye az elődje, ugye? Tehát a Benedekhez képest nagyon-nagyon-nagyon sokkal szabadszájúbb, lazább, példamutatóbb, még jobban, nagyon jó dolgokat mond. A hétvégén pont csetelt, annyira aranyos volt, igen. Egy ilyen videokonferenciát összehívta fogyatékos gyerekekkel a világ minden tájáról, és az egyik kislány, ilyen 10 évesen mondta neki, hogy szia Feri, gyakorlatilag ezt mondta, és az öreg az ilyen, halál nyugodtan azt mondta, hogy hello, mi van veled, kérdezd meg, amit akarsz. Tehát annyira közvetlen, annyira nagyon. Jó volt. Igen, próbálja az egész egyházat, a Vatikánt, a hagyományokat valahogy úgy közelebb hozni, akár a fiatalokhoz, akár az idősebbekhez, hogy ez nem tűnik erőlködésnek, és abszolút erőlködésmentesen teszi mindezt. Szimpatikus. Jön, megy, sokat utazik, és mindenhol nyilatkozik. Természetesen jön belőle, nem olyan, mintha tényleg azt éreznéd minden egyes megszóláson, ez valamilyen kommunikációs stratégiának igen, a része. Igen, egész egyszerűen szimpatikus. Közvetlen civil. Viszont most mondott egy dolgot, ami a gyerekneveléssel függ össze, és azt mondta egészen pontosan, hogy a gyermeket meg lehet verni. Tehát, hogy elnáspángolható a gyerek, nincs azzal baj, ha a gyermek kap néha egy pofont. A lényeg az, hogy a gyereknek a méltósága az ne sérüljön, de a verést, mint nevelési eszközt egyébként lehet alkalmazni. Ugye, hogy ne arcra üss, ez volt a mondata? Azt hiszem, ugye, hogy illetve nem is ő mondta pontosan, hanem egy apával beszélgetett erről, és az apa elmondta, hogy ő néha meglegyinti a gyereket, de arra vigyázz, hogy az ne az arcán érje az ütés, és erre mondta azt Ferenc pápa, hogy szerinte is ez teljesen igen. Korrekt dolog. Tehát egy fenekelés belefér, de hogy a szájomban vágva, az már nem. Igen. Na, aztán jött a vatikáni sajtószolgálat, akik azonnal próbáltak helyesbíteni, tehát mindig mondom, mint a pápa is, utána rohannak utána a sajtósai, akik nem úgy értette, nem ezt akarta mondani, természetesen nem így gondolta, tehát nem arra kell gondolni, hogy lehet erőszakoskodni a gyerekkel,
csupán arra, hogy segíteni kell őt a felnőtté válásban és a fejlődésben, úgyhogy néha kap egy-egy pofont. Ezen sokan sokat gondolkoztak ezen a mondaton? Igen. Felnőtté válás. Egyébként a pápa már korábban is beszélt a pofon helyességéről, és elmondta, hogy hát nem szabad ezzel visszaélni, de bizony-bizony meg kell néha pofozni a rakoncátlan gyermeket, hogy érezze, hogy hol van a helye. Na, hát ez egy érdekes dolog, ugye minden szülő képvisel valamit. Vagy azt, ami, ahogy őt nevelték, és azt próbálja átörökíteni, vagy pont annak az ellenkezőjét, mert nem tetszett neki, ahogy nevelték, és azt mondta, hogy na, én biztos nem csinálom úgy, ahogy az anyám vagy az apám. Hát vagy csinálja, csak nem mondja, ugye, mert azért... Vagy csinálja, és nem veszi észre, hogy ő közben ugyanúgy csinálja, mint az anya meg az apja. Na, a ti álláspontotokat tudom, tehát abban ne is menjünk bele, azt már sokszor így megbeszéltük. Üss a kölökre a lapát, nyíl le, jó nagyot, ahogy nagy Feró énekelt. Annak idején. Juli, gyere már be egy picit, hogy kíváncsi, hogy te mit mondasz, mert a pofforról azt tudom, hogy ki mit mond, itt már 66-szor elmondtuk. Volt-e olyan, hogy azt mondtad, hogy na jó, eddig nem tovább? Elég. Várjál, kapsz egy kis mikrofont. Most. Sokat fejlődtem az elmúlt 6 évben. Fejlődtél? Igen, az az igazság, hogy amikor a gyerekek kisebbek voltak, nekem előfordult, hogy rácsuktam a fenekükre. Aha. De most már csak a kormács. Igen, most már arcra. Most már nem, őszintén szóval azt hiszem, hogy az elmúlt 1-1.5 évben meg sem legyintettem. Korábban igen, előfordult az, hogy rácsaptam fel nekükre, de most már azt hiszem, hogy is mondjam, fejlődőképes vagyok. És mitől volt a változás? Azt gondoltad, hogy a pofon, vagy ez a rá legyintés, nem pofont adtál, ez a rá legyintés a fenekére, az nem érte el a célját, és beláttad, hogy nem ez a jó módszer? Vagy mitől változott meg? Elérte a célját, mert sírt tőle, meg visszavett, tehát, hogy tulajdonképpen igen, elérte a célját, de hogy is mondjam, most már, hogyha megütném, és utána belenéznék a szemébe, akkor még nagyobb lelkiismeret furdalást éreznék, mint mondjuk 3 vagy 4 évvel ezelőtt. És félre ne értsétek, mert egy kis gyereket megütni még, tehát egy még kisebb gyereket megütni, az nyilván még kegyetlenebb dolognak tűnhet. De... Na de valahogy most mondja azt, hogy ez miért kellett, már rád néz, már úgy néz igen, rád, igen, már lelkiismeret furdalásod lehet, azt persze. Azt éreztem mondjuk 3-4 évvel ezelőtt, hogy már nem volt több eszköz a kezemben. Most meg már tudok szavakkal hatni rá, tehát meg tudom vele beszélni. Ott meg volt egy pont, ahol azt mondani, hogyha nem hagyod abban, nagyon megvered. Így van. 2 éves ezt még nem tud elmondani, csak meg kell egy pofolt. Úgy megverlek, te büdös kölök, ha nem hagyod abba, és akkor abba adja. A Lidi múltkor a szememre is vetette, hogy anya, te meggyőzhető vagy. Mondtam, hogy miért? Hát mert mindig mondod azt, hogy előbb-utóbb meg fogsz ütni, de sose ütsz meg én, és ezt pontosan tudom is. Mert, tehát amikor a gyerek hívja föl rá a figyelmemet, hogy következetlen vagyok. Hol a határ? Tehát, vagy van-e egyáltalán határ, vagy kell-e határ? Milyen sokféleképpen nevelik a gyerekeket. Én láttam már játszótéren nagyon megverni gyereket. Én láttam olyat, hogy valaki letört egy borokabokrot, és vesszőzte a gyereket konkrétan, mert nem akart lejönni a mászókáról, talán meséltem, és felmászott egy ilyen felelépcső, fele csúszdára. És anyuka már ment volna haza. És a gyerek az Istennek nem akart elindulni. Anyuka oda ment a játszótéren a bokorhoz. Mi tépett a vestől? Kitépte a bokrot, hogy letörte a fűszfának az ágát, mert nem érte fel a csúszdát. És elkezdte a gyereket, tudod, hogy így felfelé legyingetni, hát a gyerek visított, mint a malac nyilván. Másképp, hogy szólsz, nem szólsz, tessék? Röhögött rajta? Nem, hát fájt neki, hát, hogy megveszőzték a gyereket, nyilván meg megalázó is volt. Tehát itt azért nagyon sokféle nevelési módszerrel találkozik az ember. Mi a határ? Tehát ha valaki azt mondja, hogy pofon nem, akkor mi? Hogy... Én popsira csapok, legfeljebb. Aha. Popsira csapnék. Arcra nem csapok. Az valahogy annyira... Taslás, így fejre, hátulról, ilyen legyintős. Na, hát ez meg mi, és akkor mit a megfejeli az asztal. Nem, mondom, 1,5 évvel ezelőtt volt utoljára popsira csapás, és szerintem én azt már meséltem a nektek. A gyerekeknél. Igen. Ja. Miért most miről beszélünk? Igen. De jó, te jó nyomon jársz. Nálad akkor már nem telt el annyi idő, hogy igen, ne legyen popsira csapás. Igen. Hogy nekem annyira megvan az a pillanat, amikor egy asztaltársaságnál ültünk, és apám egy akkora sallert adott, és voltam vagy 10 éves. És hogy megvan a pillanat, hogy kiküldtek, és milyen ruhában voltam, és hogy mekkora pofon volt az. És nekem apámnak néha-néha eljárt a keze, és olyan érdekes, hogy egyébként anyám is néha elkapott, és a popsimra vert. De, hogy is mondjam, tehát felállította a szabályokat, és pontosan tudtam, hogy meddig mehetek el, és pontosan tudtam, mikor jön az a pont, amikor fenékre csapás lesz, és sosem értem. Jogos voltak. Apádnak azután, a pofon után meg kellett még vernie bármikor is? Vagy pedig az annyira sokkolt az élmény, hogy soha többet nem mertél neked nemet mondani, vagy nem szólt fogadni? Egy ilyen pofon azért volt nálunk. Fél évente egyszer eljárt a keze. Tehát akkor volt valami nagy krízis. Emlékszem, hogy akkor például a megymagokat köpködtem fehér blúzban az asztalra. Ajaj. És akkor fogta is, hogy odavágott, de ráadásul vendégek is voltak, tehát az egész itt nagyon cím volt. Milyen érdekes, hogy régen egyébként ez valahol egy természetes dolog volt.
Ugye? Hogy a mi generációnk már mennyit változott, vagy mennyit puhultunk, vagy puhultunk egyáltalán, itt az a kérdés, mert hogy ma már a legtöbb szülő valóban azt mondja, hogy nagyon ritkán vagy nem, most kérdés, hogy nyilván ki az, aki álszen, meg ki az, aki valójában betartja. Nem rátok gondolok, hanem tudom, játszottére, hogy ő sose, persze, aztán lehet, hogy mégis. De régen teljesen természetes volt, hogy néha kaptál egy baromi nagy sallert a szüleitől. Uh-huh. És úgy nem is néztek rád furán. Meg úgy te is helyre zökkentél, hogy ezt most benyaltam. Nem? Tehát, hogy de te látod, de tudtad. Üvöltöttél, mint az állat, de tudtad, hogy ezt most benyaltad. Te túlléptél rajta. És most a mi generációnk már úgy neveli a gyereket, hogy jaj, ne sérüljön, ne legyen baja, benne sincs már az, te is tudod, hogy az milyen rossz, hiszen téged kaptak. Nekünk ez a nagyon poroszos nevelés volt. A mi generációnkat máshogy nevelték szerintem. Hát teljesen más központú gyereknevelés volt. Hát szüleinket még durvábban. Amíg például a pedagógiának a része volt a testi fenyítés, addig otthon is természetesebben csattantak el a pofonok. Igen. Meg gyakrabban megverték a gyereket. Ezt elvették a pedagógusoktól. Akkor szépen lassan szerintem a civil elődő is ugyanígy kikapott. Már egyszer vitatkoztunk, hogy jó volt-e vagy nem volt jó. A pofon? Igen. Néha? A gyereknek? Igen, és azt hiszem, jól emlékszem, abban maradtunk, hogy ugye nem volt az a kösebb baj. Azért érdekes, amit a Juli mondott az apai pofonról, amikor kaptál az apától, hogy látod, mire emlékeztel, hogy emlékszel pontosan arra, hogy kik voltak ott, mert ciki volt. Persze, szörnyen megalázó. Hát nem a pofon fájt, nem az apát pofonja. Hát kellemetlen volt. Igen, igen, de lelkileg az hagyott nyomot, hogy mások előtt kaptad a pofont. Igen. Én nem tudom, mi a jó megoldás. Én igazából kaptam anyámtól. Mindenki kapott. Tehát abszolút, és tudod, én arra emlékszem, nem arra, hogy több ember előtt történt, hanem arra, hogy megérdemeltem, túl messzire mentem. És akkor az anyunak eljárt a keze, nem sokszor, de párszor bizony volt, hogy megpofozott. De most te mégis azt mondtad, hogy inkább nem. Én nem bántottam még a Karinát, egyszer meghaigáltam plüssökkel, bevallom, mert annyira untam, hogy köszörgött. 8 hónapos volt, és hozzám. Az egy gyerek eleve nem gyerek. Most már ezt én is mondhatom, hogy egy gyerek nem gyerek. Akinek egy gyereke van, hagyjuk. Akinek egy gyereke van, és lánya van, és még pici, hát azért egy egyedülálló 5 éves lány azért nem. Mert most 2 fiad lenne, akik mondjuk 3 és 6 évesek, és éppen a szekrény tetén ugrálnak, hullik a hajad, és nem akarnak elaludni. Na azért tudok én lányba is olyat, akitől hullik a hajad, tehát azért ez nem függő. Hát igen. Ritkább azért. Minden, én azt gondolom, hogyha amikor megkaptam anyutól ezeket a pofonokat, akkor tudtam a helyemet. Tehát nem előre megfontolt szándékkal történt. Az olyan verés, amit előre mondjuk egy szülő azt mondom, hogy oda megy és megveri a gyereket csak úgy, mert levezeti rajta az indulatát, az tilos. De én nem érzem, hogy lelkileg sérültem volna. Marha szemtelen voltam. Kaptam 2 frászt az anyámtól, és tudtam a helyemet. Hát egész egyszerűen le is reagáltam, mint gyerek. Hát emlékszem, mi ment végig a lelkembe. Hát túl feszítettem a húrt. Akkor anyunak eljárt a keze, és rögtön azt mondtam magamban, hogy oké, rendben van, nyilván rosszul esett, de hát megérdemeltem. Igen. De mi van, akkor most mi puhultunk? Vagy akkor mi van? Tehát, hogy, igen, vagy, vannak trendek, igen. És akkor itt más most de már. De én nem a trend miatt nem verem meg, hanem én sem hiszek benne igazán. Nem, tehát, hogy nekem csak egyszer, amikor a bringával ment, és nem állt meg az út szélén, akkor eldurrant az agyam, mert azt mondom, hogy nem. Tehát akkor nagyon mérges voltam, rácsaptam a fenekére. De ez mondjuk 100-ból 1. Tehát meg nekem az jó se... szitu volt, jó időben, jó azért helyen, nagyon kemény szitu volt, nagyon meg is ijedtem, kicsit utána elkismert furdásom volt, de utána mentem nagyon elkaptam, mert ott kigurul az útra, akkor nagy baj van. Gyerek úgy áll, vigyázz be az út előtt, 3 méterrel az út előtt, hogy jaj, már zöld, mert zöld, már piros a francba, megint zöld. Ott nagyon megijedtem, meg is ijedtem, meg nagyon mérges is voltam, mert üvöltöttem utána, hogy állj meg, és csak tekert, és már láttam, tudod, ahogy a busz megérkezik balról, és ment ki az útra. Na de látod, itt is indulatból tetted. Hát nyilván indulatból tetted, vagy azért, mert elborul az agyad, vagy azért, mert annyira tele van a hócipőd, vagy azért meg indulatféltés, igen, de ül az asztalnál, és mondjuk mit tudom, teszi a lábát, és nem tudom, kiköpi a megymagot, akkor ott nem féltet, hanem egyszerűen ott is indulatos leszel, csak kap egyet. Nem? Magyarul te is lezavartál volna, Júli, a 2 akkorát a megymag köpködésért. Igen, szóval ez egy nehéz dolog egyébként, itt írják, hogy a gyerekverés, a nevelés kudarca, ebben van igazság, de azért legyünk őszinték, egyik gyerek sem egyforma, ráadásul mondjuk 2 gyerek van, elborul az agyat, fiúgyerekek, ölik egymást, ott néha azért olyan szülőknek is eljár a keze, akik egyébként nem verik a gyereket, nem? Persze. Csak egyszerűen eldurran egy pofon. Mikor már 300-adjára mondod el, ugye? Hogy életke? De tényleg. De mi is túléltük. Túl. A mi szüleinket olyan furdalta a lelkiismeret, hogy megpofoztak bennünket? Nem, mert őket valószínűleg többször pofozták meg. Tehát ez volt a minta. És akkor csökkenő?
Szerintem egyértelműen csökkenő. Egyértelműen csökkenő. Figyelj, hát nézd meg az egész gyereknevelési koncepciót. Régen mi volt? Megérkezett a gyerek, és azt mondta a szülő, hogy a gyerek szokjon hozzá. És nem gyerekközpontú nevelés volt, hozzászoktál, azt csináltad, rend volt, fegyelem volt. Most mi történik? Azért nagyon sok ti is, mi is úgy neveljük, hogy azért a gyerekre érdekei, odafigyelsz, ő róla szól a hétvége, jaj, ide viszem, jaj, oda viszem, csak hogy neki jó legyen. Nem? Abszolút. Nagy, most nyilván erről van szó. Régen ez nem így volt. Nem, mentél velünk, örültél, hogy ott lehettél. Tök más. A mi generációnk teljesen máshogy neveli a gyerekeket. De neki kell beilleszkedni valamennyire, azért én azt vallom, hogy rendben van, igen, róla szól minden, de ő érkezik úgymond a családba legkésőbb. Ezért kell jó megverni. És azért jó meg kell verni. Tehát, hogy de rögtön ne... születés után, tehát hogy nem szokja meg, és akkor utána persze már igényli. Hát átpálca már a kórházba be van téve. Hát, majd te megmutatod, mi az a gula. De tényleg. De tényleg azt gondolom, hogy meg kell találja a helyét a családba, és erre neked kell rávezetni őt. És erre a pofon bevezet... Nem a pofon, ne vigyük el erre, nem, de pont ez a baj szerintem, hogy nagyon sokan elkezdik köré fölhúzni az egészet. Nyilván ő a legfontosabb, meg nyilván róla szól minden, de hát azért nektek van egy életetek, amiben ő belekerült. Persze, meg hozzászokik ő is, csak tök más, hogy látom a mi generációnkat gyereket, igen, nevelni, mint ahogy minket neveltek. Tehát ma már a legtöbb szülő pénteken kicsit azon gondolkozik, hogy hova vigye, mit csináljon, milyen program. De kell, hogy legyen tekintélyed verés nélkül is. Tehát, hogy az tényleg persze, a végső megoldás kell, hogy nyilván legyen. Persze. De ha tekintélyed van is néha, meg van, aki megpofozza, és van tekintélye, csak egyszer már nem bírja tovább. Ti olvastátok a Gyermeket nevelni Isten félelmében című kiadványt? Fent van az interneten. Olyan jó címe, hogy nem. Hallod, ezek után olvasni. Pár évvel ezelőtt került fel a netre, egy ideig lehetett kapni különböző könyvesboltokban, és aztán levették a polcokról, mert hogy óriási botrány volt belőle. És ez a könyv két lelkész házaspár írja le az ő nevelési elveiket, ahol tulajdonképpen mindennek az alapja a vesszőzés. A vessző a te gyógyeszközöd, és aki nem én mindig ezt mondom a Vikinek is. A vessző, gyere Viki, a te gyógyeszközöd. A vessző a te gyógyeszközöd. Aki nem fenyíti, aki nem tanítja engedelmességre a gyermekét, az tulajdonképpen a gyermeke ellen tesz. Aki nem tanítja meg neki ezeket a nagyon szigorú határokat, az ezek a dolgok később fogják megbosszulni önmagát. Fú, és akkor mennyire nem képeket... így látom. Jó, te nem mindegy, hogy mivel, meg hogyan tanítod meg. A határokat le kell szúrni, de ezen nincs baj. Csak de milyen képek is mutatták, hogy megvesszőzik a gyereket? Nem, pontosan leírja, hogy nézzen ki az a bizonyos vessző, hogy pelenkára ne üss, mert azt nem érzi, hanem de akkor húz le, a pucérboksira kell csapni. Akkor, hogyha a kisbaba szoptatás közben megmarja az anyuka mellbimbóját, megharapja, akkor meg kell húzni a haját, mert akkor megtanulja azt, hogy a fájdalom az fájdalmat szült, tehát jöjjön rögtön rá egy reflex, érezd azt, hogy te milyen fájdalmat okozol. A gyereknek úgy tudod megtanítani azt, hogy forró a vasaló, és nem szabad hozzányúlni, hogy a elég meleg vasalóhoz hozzányomod a kezdet. De ez milyen hülyeség már tényleg? Halálkom olyan, mindjárt megmutatom neked ezt. És hogy a vitriol mar, akkor megítatsz vele egy fél deci? Tehát ez normálisan. Milyen primitív dolog ez? Hát ez annyira hülyeség. Russo is azt mondta ugye annak idén, hogy a gyerek az egy kis felnőtt, és ez szerint kell velük bánni. Tehát olyan nincs, hogy ott visítozik, meg szaladgál, kis öltönybe betenni ott rögtön, és tudja a helyét. Aha. Menjen, és komoly gondolatok körül forogjon a kis elméje. Nem ám ott randalírozni, össze-vissza. Igen, tehát, hogy vannak ezek, hát gondolom ez innen datálódik ezeknél, persze. Hát honnan datálódik? Ez mikor született, nem tudsz dátumot? Mindjárt átküldöm neked, nem tudom. Ha nagy szükségem, nincs ház. Igen. De tök érdekes dolgokat ír benne, hogy egyébként, de nem is, tehát nem lehet csak úgy elverni a gyereket, meg azt is mondja, hogy ne indulatból vert, hanem tulajdonképpen ez legyen egy... Ez tudatos. Ez egy kiregacionális tégés. Ez legyen egy program, egy neveli, tehát, hogy minden pillanatban, amikor a gyerek hibázik, és úgy érzed, hogy akkor itt ezen a ponton be kell avatkozni, hogy tudja, hogy ezt már nem lehet, akkor abban a pillanatban közbe kell lépni, elő kell venni a nádpálcát, az óriási törés, és egyébként meg azt írja ebben a könyvben, hogy tökéletesen lehet látni például egy Isten tiszteleten, hogy kinél vesszőznek, és kinél nem. Mert az a miért olvasol ilyet? Érdekelt, hogy mit írnak erről. Neked ez kicsit tetszik. Nem, hogy azok a szülők, akik a nagy liberális elvek szerint nevelik a gyerekeiket, ott állandóan rohangálnak a gyerekek, százszor szólnak a szülők, a gyerek renitens, sikítozik, hülyéskedik, nem lehet rászólni, nem képes nyugton maradni, míg azok a szülők, akik betartják ezeket az elveket,
gyereket. Igen, ez a gyerek rendben azt gondolják, hogy az urat csak szomorúan, meg mereven, meg harotnyelve lehet dicsérni. Vidám emberek nem dicsérhetik az urat? Nem, én értem, mit mondasz. Az se jó, hogy elmész egy étterembe a gyerekkel a kaján, és pöckölje, rizibizit, széken állva dobálóznak és kergetőznek az asztal, mert a gyerek nem tud végülni egy fél órát, mert nem lett megnevelve. Tehát valahol a kettő között van nyilván a határ szerintem, tehát az se jó azért, a gyerek azt sem, amit akar. Ez a vekedés, mondja, hogy két gyerek szorong nagyon. Az egyik típus, aki túlszabályoznak, a másik, ahol egyáltalán nincsenek szabályok. Ők a legszorongóbb gyerekek. Tehát van, a gyerek is szereti, ha van egy szabályrendszer. Tehát ez az, a borsópöckölés nekem tetszik. Tessék? Ez a borsópöckölés, ez tetszik. Tudod, milyen nehezen szedem ki én is mindig az orromból, amikor földugom a Beninek? Nézd, Beni, és nem tudok mögé nyúlni, hogy ki tudjam szedni. Egyiket befogod, mutatok. És rálősz a pincére. Igen. Szóval vagy túl szabályozod, attól szorong, vagy nincsenek szabályok, attól ugyanúgy szorong a gyerek, tehát azért ő is szereti, ha van egyfajta szabályrendszer. Na mindegy, mi most nem arról akarunk beszélni, vagy nem azon témában várunk SMS-eket, hogy ki hogy neveli a saját gyerekét, hanem a régi nagy klasszikus pofonokról, vagyis azt írjátok meg nekünk, drága hallgatók, amikor ti életetek egyik legnagyobb pofonját megkaptátok. Mert ugye erre mindenki emlékszik, erre emlékszik a Jani, Juli is elmond, de erre mindenki emlékszik legalább egyszer a gyerekkorából, amikor vagy az apjának, vagy az anyának úgy sült el a keze, hogy a mai napig tudja, hogy hol volt, milyen ruhában volt, miért kapta, mennyit sírt utána, leesett a székről, és mi volt az apropója, vagy a kiváltója a pofonnak. Jó? Tehát ezeket a pillanatokat keresünk. Az embertelen nagy makarenkói pofon. Nyilván, ha makarenkói volt, mert lehet, hogy akit agyba főbe vertek gyerekkorában, és neki nem volt makarenkói, mert az összes nagyon nagy volt. Ugye akkor emlékszik az ember igazán, ha mondjuk nem kap minden nap két hatalmasat, mert akkor kicsit összefolynak az események. De az egy nagy, jó? Tehát ezt írjátok meg nekünk, hogy kitől kaptátok, és mi volt az apropója. Pápa kijelentette, nem baj, ha néha megverjük a gyermeket, sőt, az a gyermeknevelés része, egyszerűen csak ne sérüljön a méltósága. Nem tudom, hogy lehet egy különbséget tenni, hogy az arcán ütött sérül, ha a fenekén ütött, hogy jó, megvered, akkor nem sérül. A pápa azt mondta, hogy néha elfér azért egy pofon a gyereken, nincs az a baj, verjük meg. A mekkorát ütsz, az számít szerinted? Hát azt nem mondta, hogy... De szerinted számít, vagy verés, ha csak... Nyilván, hát ha eltörött két bordáját, vagy csak rásújint az... Vagy hogy érted, hogy, mely, tehát, hogy mik az arányok? Vagy a gyerek lelkében van-e különbség? Hát persze, most finoman ráversz a popsijára, akkor kiröhög. Ha nagyobbat, akkor azért akkor nyilván nyomot hagy, persze. Tehát, hogy van az erőben is különbség, hogy nem. Ugye arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-eket, mert hogy mindenki emlékszik arra a nagy bizonyos, vagy egy bizonyos nagy pofonra, ha egy volt, amit ugye gyermekkorában kapott, mert valami olyan dolgot követett el, amit hát igazából az egyik szülő kevésbé tolerálta, és ekkor jött az a nagy-nagy pofon, ami mindenki életében van egy ilyen, legalább. Hát ahogy látom, az SMS-ekből van, ahol több van. Van, ahol folyamatosan volt. Van, ahol folyamatosan, és egész nap tudnám mondani, hogy mi történt. De nézzük az SMS-eket. A legnagyobb pofont a Palatinus úszómesterétől kaptam a 80-as évben, amikor leszedett a női napozó kerítéséről. Sose felejtem el, 15 mesztelen nő kapta fel a fejét felém, és mindenki elégedetten bólogatott. De lehet, hogy még úgyis megérte. A szüleim soha nem ütöttem meg, és én sem a fiamat, higgyétek el, így is működik. Kaptuk ezt SMS-ben. Aztán nézzük még, hogy mik vannak. Én 18 évesen kaptam az életem első és egyetlen pofonját édesapámtól, amikor megtudta, hogy a barátom nős. Áó. 18 évesen. Akkor papa ott bepipult rendesen, nem? Igen, két napig csengett a fülem. Igen, hogy a barátom nős. Aha. Anó apum szólt, hogy tegyem rendbe az íróasztalomat hétfőn, kedden is, szerdán már nem szólt, mentem kipisilni, ő meglátta az asztalt, és olyan pofont kaptam, hogy berepültem a fogashoz a kabátok közé, és ott összepisiltem magam. Hát ez is valószínűleg a tehetetlenség, hogy három napja mondja a fater. Igen. Három napja, hogy tedd már rendbe az írt, tedd már, puf! Igen. Majd az asztalról lesöpört és széttépett minden, de nem bántam meg. Kaptuk ezt is SMS-ben. Az egyik barátom apukája úgy fenyített, hogy amikor rosszalkodott a fia, abban a pillanatban nem verte meg, hanem higgadtan beszólt neki, hogy pontosan egy hét múlva este 8-kor kap egy pofont. Ez mennyire durva. Időszített pofont. Ez mennyire durva, hogy egy hét múlva. Egy hétig várta a pofont félve, addig több szó nem esett a dologról. Rá egy hét napra, este 8-kor az apja tényleg megpofozta. Mindig betartotta, és szörnyű volt egész héten arra gondolni, hogy mikor érkezik a pofon. És képzeld, hogy nézegeted az órát állandóan, és egyszer csak hallott, hogy kinyílik a szobájuknak az ajta. Ez nagyon és kemény, mikor a parketta, ahogy közelít a szobát felé. Ez nagyon kemény. Nem mondom, hogy rossz. Egyébként nem mondom, hogy ez rossz. Hogy egy hét múlva akkurátosan este 8. Egy hétig gondolkozol, nem mersz az alatt az egy hét alatt rosszalkodni semmit. És várod az este 8 órát. Ez nem jó. Hogy, nem hogy, ez nagyon jó, mert van egy lelki terror része is a dolognak.
egy lelki nyomasztás, nem csak a fizikai erőszak. Igen, kicsit a gyerek tönkre megy egy hét alatt, de szülőként azért azt mondom, hogy egyszer-egyszer ezt a módszert elő lehet tenni. És ki lehetett dumálni? Nem hiszem, megkaptak. Aha. Igen. Brigi írta nekünk Madridból. Akkor hiteltelené válsz. Ez igaz. Ott bele kell állni. Igen. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Na, mesélj nekünk, te mikor kaptad, vagy kitől kaptad, Erika? Sziasztok, Erika vagyok. Hát én még középiskolás koromban kaptam úgymond 1000 évvel ezelőtt édesapámtól egy akkora hatalmas pofont, hogy új spejzajtót kellett csináltatni, mert a pofon erejétől neki ezt mit kellett, új spejzajtót? Spejzajtót, igen. A konyhába álltam a spejzajtónál, amikor kaptam a pofont, és akkora volt, hogy összetört a spejzajtó, újat kellett csináltatni. Atya Isten, de mit csináltál, vagy miért kaptad? Hát megérdemelten kaptam, így utólag visszagondolva már a történetre, mert elkérezkedtem otthonról, csak nem oda mentem, ahova kérezkedtem, elfelejtettem másnap reggel hazamenni, keresztanyám keresett meg, és ő kísért haza, tehát ezért volt a nagy pofon. De ezt az egyet kaptam életem során. Papa ezt nem tolerálta. Ezt ugye? Már nem. Mindenben benne volt, de ezt már nem. Igen, de ez a féltés volt, nem tudta hol vagy, bármi történhetett volna, és ott jött ki. Meg hát az új ajtó is kellett. Spejzra. Hát arra Istennek haveri körben összetudták hozni, tehát olyan csak a falnyagot kellett összeszedni otthon, de ez egy emlékezetes történet volt a számomra. De látod, hogy azóta is hogy emlékszel? Tehát ez hogy megmarad? Nem? Ez egy életem végéig kísérni fog, tehát ez egy akkora esemény volt. Ugye akkor nagyon mérges voltam, de a világba akartam menni, tehát duzzogtam, mint egy kis gyerek, de így visszagondolva teljesen jogos volt. Igen, neked van már gyereked? Nekem tesztő fiam van. Na és? Az kemény. És spejzajtód? Volt már pofon? Pofon volt már, ők is eljátszották már ezt a történetet, hogy nem tudtam, hogy hol vannak. Mondjuk már nagyok, már 23, meg 22 évesek. Hát most már azért hadd menjenek, nem? Most már mennek, már érik a saját világukat, csak ugye akkor még ők is középiskolások voltak, és egy buris éjszaka után nem akarták jelentkezni, és már nagyon ideges voltam. És akkor hazajöttek, abból mind a kettő kapott egyet. Két ajtó bánta? Nem, ez olyan helyen volt, ahol nem volt se ajtó, semmi, meg ugye magasnak én volna egy szétálló vagyok mellettük, és alig érdem föl őket, tehát, de akkor hirtelen ezt meg kellett tennem, mert így vezettem le a feszkómat. Igen, ott az ember én élete, persze, az érthető, hirtelen felindulásból. És ez a pofon az édesapától, meg a spejzajtó az okozott valami törést utána? Tehát érezt, nem? Tehát nem, főzni nem. Főzöl azóta is, nem? Nem merek bemenni. Bemész a konyhába, akkor sírva fakadsz, vagy valami, igen. Erika, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Hello. Apámtól az ebéd közben kaptam, sótlan volt a leves, gondoltam, menő leszek, és közlöm, hogy ez a leves rossz. A következő pillanatban csak nem így írta. A következő pillanatban az árnyékában volt a fejem a pofontól, ami nem kifejezés, hogy megérdemeltem. Ezt Zoli küldte nekünk. Én apámtól kaptam egy akkora pofont Bulgáriában nyaralás közben, hogy beestem a sátorba. Egy nyomorult banánkonzerv miatt volt 1984-ben. Döbbenetes, hogy megmarad egyébként, igen. Apám kétszer szólt, hogy ne üljek baseball sapiban az ebédhez. Harmadik nap leültem a borsóleves elé, nagy nyugiban, persze sapkában. Hátulról olyan salert kaptam, hogy a sapka siltjével azt hittem ketté szelem a tányért. Levettem és ettünk tovább csendben. Azóta nem hordok baseball sapkát. Rovi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Édesapám egyszer elfenekelt, de nagyon, amikor már indultunk volna valahova, és még egy szoknya miatt hisztiztem, 10 perc múlva bűnbánvalóan ölelgetett, hogy mennyire sajnálja, ne haragudjak. Nem is értettem, hiszen megérdemeltem a verést. Most már értem. KH küldte nekünk. Julival értek egyet, semmi hülye liberális lózung. Ettől hiszik azt a felnőttek, hogy a demokráciában mindent lehet. Nincs cikibb, mint egy hülye gyerek a bevásárló központban. Ez Tabi küldte nekünk. Na Juli, már le nem mosod magadról, hogy veszőzöd a gyerekeket. Bátyámat vízipisztolyoztam a kádban, már jól indul, nem? Tehát már úgy mész be, hogy tudod, mi vár a fürdőszobában. Mire ő lenyomott a víz alá, én meg kiharaptam a kád alját. Letört a fogam. A sírásomat meghallotta apám, aki bejött, kiküldte a bátyámat, és annyira megpofozott, hogy a csapatta a másikat. De miért? De ez is jó. Hát... Ez a tudod, hogyha összetöröd magad, még jó, meg is verlek. Igen. Kategória. Letört a fogad, és akkor még el is vernek. Szegény. Halmozottan hátrányos helyzet. Igen, kemény. Itt van Kata, jó reggelt. Kata, hello, szia! Jó reggelt, sziasztok! Hello. Na, téged kívántott? Hát én az édesapámtól kaptam egy pofont, olyan 7-8 éves lehettem, mert hát az édesapám tengerész, és elég jó szövege van az öregnek, nagyon-nagyon sok csaja volt, mindig is. Szóval amikor átmentem hozzá, akkor hát mondta, hogy menjek be a szobába,
akkor, mert hogy ő neki most ciciznie kell egy nénivel. Ciciznie? Aha, ne. Furi család. Ne, tehát papa átzavart a másik szobába, hogy te cicizze, ő cicizhessen egy nénivel. Így van, így van. És ezt így van, be is jelentett, hogy ő cicizne egy másik nénivel. Ez igen, bírom. Igen, és akkor, hát én amikor hazamentem édesanyámhoz, akkor mondtam, hogy én nem megyek az apuhoz, mert hogy ő állandóan cicizik egy nénivel a konyhába, én meg bent ülök a szobába, aha, és hogy nekem ez unalmas. És akkor édesanyám hát ugye fölhívta, hogy hát ő most mit cicizget itt, amikor ott van a gyerek. És akkor kemény család. Mikor mentem édesapámhoz, akkor kint várt az udvaron, és akkor nem szólt semmit, csak nézett rám, és kaptam egy hatalmas salát, majd megkérdezte, hogy tudom-e, hogy ezt most miért kaptam. És mondtam, hogy nem. És akkor hát persze gondoltam, hogy miért kaptam, hogy beköptem édesanyámnak. De ők akkor még együtt voltak, és apa úgy cicizett, vagy már akkor ők külön éltek? Nem, csak... nem, akkor már külön éltek. Aha, tehát papa legálisan hát akkor... cicizett már. Uh-huh. Hát igen, de hát azért mégsem, mert hát ugye én ott voltam, tehát hogy... Ez milyen beteg duma, hogy menj be a szobába, mert apádnak cicizni kell. Ez milyen beteg duma, nem? Hát igen. Tehát ez annyira beteg. Még jó, hogy nem az elvált anyukádhoz mentél. Igen. Hát igen. Na jó. Úgyhogy igazából ennyi volt, és akkor ugye hát én ezért kaptam egy hatalmas salát, de soha többet nem bántott meg, egyébként imádom az édesapámat, tehát mai napig jó vele a kapcsolatom, de azért igen voltak ilyen dolgai még, amikor annó fiatal volt, egy ilyen 25 éve. Hát be volt indulva a cicizéstől, kicsit felpörgetett állapotban volt a most papa már. Most már nem cicizik? Hát nem, szerintem nem. Már nem. Na jó, van, oké. Már öreg. Köszi, hogy elmondtad. Hello, ciao, Katam, hello. Enyémeknek a pofon nem használ, mostanában térdelövöm őket, kaptuk. Kaptuk SMS-ben, igen. Öten voltunk tesók, szerintetek, kérdezi, fú, azért az kemény lehetett. Itt van egy nagyon jó SMS, nem találom egyébként, de nagyon igaza van az SMS írójának, hogy mi a különbség a mostani gyermeknevelés, és itt van, talán ez az, hogy az igazság az, hogy az akkori gyereknevelés tiszteletre, becsületre és tekintélyre nevelt, a mi szüleink más mentalitással, de életre neveltek. A mostani szülő-gyermek kapcsolat inkább baráti, mint szülő-gyermek kapcsolat. Egyébként ebben tényleg van valami. Kevésbé tekintélyelvű. Igen, kevésbé tekintélyelvű, nincs meg az akkori tisztelet, amit a kor és a fejlődés is hoz magával, de a szülő el is vesztette a nevelő szavak súlyát, és egy kis siker élmény a nevelésben, a megfordult szó el is feleteti a szülővel az intő szó okát, levírja. Egyébként tényleg így van, hogy a mai szülők sokszor inkább barátok. Nem ez feltétlen... jó vagy rossz? Vagy nem én nem, hát ez később dől el. Figyelj, szerintem amíg... Tehát, hogy nem tudom. Az őszinteség szempontjából szerintem jó. Tehát abból a szempontból jó, hogy amikor barátnak érez, és nincsen ez a fajta félek tőle, tartok tőle, akkor sokkal könnyebben megoszt vele dolgokat. Igen, meg azért a mi generációnk egy nagyon neurotikus, nagyon szorongó generáció lett. Tehát azért azt nézett, hogy ez a nagyon poroszos nevelés, ez jó, nem feltétlen biztos. Tehát lehet, hogy az a mostani generáció, aki fölnő, és most nem azokra a gyerekekre gondolok, akik ilyen, nem tudom, tényleg úgy nevelik őket, hogy a gyerek fején állhat, és bármit megcsinálhat, de talán kevésbé lesznek neurotikusak, szorongóak. Tehát nem az biztos, hogy azért ez a nagyon poroszos azért, tessék? Nevelésünktől van csak. Nem már lehet, hogy a szüleink figyelj. Is hozták magukkal de azért, nem, amit ő ők végigéltek, érted, a világháború, az első, a második, utána a rendszer. De tehát a mostani, az amit mi nevelünk generáció, nem. Nagyon más lesz, hogy nem. Biztos, hogy nem. Mi még ezt nagyon van. Éreztük. Persze. De visszatérve meg egy gondolat elég, lehet, hogy az, hogy annak idején, amikor tekintélyjövőbbek voltak, akkor nem mertél dolgokat megcsinálni, mert féltél a következményektől. Most meg lehet, hogy őszintében beszélsz róla, hogy megbeszéled, mielőtt megtennéd. Tehát, hogy azért most már megbeszéled, mi ellopod a Simpsont. Régen nem beszélted, de csak ellopod a szomszéd Simpsonját, és így. Arra gondoltam, Fater, hogy kábítószert fogok teríteni itt a térnek a sarkán. Itt szólsz hozzá. Igen, most már ez, igen. Nagyon jó ötlet, fiam, csináld, igen. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Napok óta kapjuk az SMS-eket, ugye, hogy meghalt Vágó István, és egész egyszerűen kiírthatatlanok ezek a posztok, már te is túl vagy, Jani is, én is, Kassa Tibi is, mindenki, aki a közszereplő, hogy egyszerűen valahogy az van, hogy én balesetben, a Tibi, nem tudom, betegségben talán. Van, nehéz, nem balesetezzé, agyrákod van. Nekem, igen, ez egyik legdurvább agyrákban haltam meg, ami eleve az én esetemben egy kizáró tényező. Tehát, hogy hát pedig igen, helye van. Fura volt, helye hogy nem tüdőt írtak, vagy tehát agyad értettem, nem is értettem, hogy már szinte dicséretnek vettem, hogy nem is értettem ezt a jelzőt, hogy agyrák. Örültél az elismerő szavak. Igen, ez én esetemben ez barokkos túlzás, ugye? Tehát ez egy orvosi ellenmondás.
agyrás. Ilyen nincs. Jó, 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 de hogy ilyen tényleg nincs, hogy agy. Tehát mi az, hogy agyrák? Ritkán már, hát tumornak mondják inkább. Igen, de hogy agyrák az nincs. Az okát fejtsük már meg, aki ezt elindítja, mielőtt megkérdezi. Lájkvadászat. Ennyi? Persze. Tehát oda klikkelsz, lájkattintanak. Számot hoz, el lehet adni. Hát lájkvadász oldalak csinálják ezt. Hirdetési felületeket adnak el. Tehát teljesen egyértelmű. Vagy szeretnek. Vagy szeretnek. Nagyon szeretnek. Tízig összerakom a sok kis téma között. Igen, tehát ez az oka. És Vágó Istvánról is megjelent egy hír. Miszerint, ugye hát azt írja, egyébként egészen megdöbbentő módon, elképesztő pofátlanok egyébként, hogy gyógyszer túladagolásban elhunyt Vágó István, ismert televíziós kvíz műsorvezető. Tehát beteg, mert gyógyszert szed. Érted? Igen. Már ott van az alap. Igen. És akkor utána még rámegyünk erre, hogy túladagolta magát. Egyébként az a Vágó István, aki gyakorlatilag a realitások talaján élt, tehát nyilván, ha valamilyen gyógyszert szed, akkor az az első, hogy jó, kétszer kettő, akkor azt igen, nem az lépett. Nem kétszer három. Igen, nem kétszer három, nem kétszer két és fél, tehát ha ő az érzeket szerintem betartja. Igen. Most itt kiderült egyébként aztán, hogy itt egy olyan oldalról van szó, ami... Hát tulajdonképpen ez egy ilyen blogszerűség, egy ilyen nekrológ blog, ahol nyilvánvalóan visznek szánt szövegeket, terjesztenek el egyébként, de gyorsan elterjedt a hír. Tehát nem értették, hogy emögött ugye az van, hogy ő egy homeopátiás tüntetés szervez, kipróbálja magán a homeopátiát, erről szól ez a kis bejegyzés. És ezzel adagolta túl magát. Ezzel adagolta túl magát tulajdonképpen, viszont ez szányra kapott, és hát elterjedt, hogy... Aha, hogy Vágó István meghalt. Hogy elhunyt, így van. De most őszintén gondoljunk bele ebbe az egész történetbe. Nagyon sok olyan ember van, aki fél információkból él, azok alapján tájékozódik, nem néz utána a dolgoknak, nem megy fel az internetre, egyáltalán nincs is internete. Na most valahol ez így megjelenik, lejön egy újságban, lejön egy szalagcím, nyilván a bulvárlapok is úgy hozzák le ezt a hírt, hogy szépen ki van emelve maga az a tény, amit tényként közöltek, de hát tudjuk, hogy itt egy fals dologról van szó, vagy tudni véljük, hogy egy fals dologról van szó. És az emberek egy része ezeket tényként kezeli. Átveszi, és azt mondja, úristen, hallottad Margitka, a Vágó úr, elhogy. Pont nem Jézus ők a veszélyesek, meg. Szerintem, hanem pont az a veszélyes, aki elolvasta ezt a nekrológ blogot, ugye, ami arról szól, hogy leírja, hogy elhunyt Vágó István, de hogy azért, mert túladagolta magát ilyen homeopátiás szereke, ami ugye nem nagyon lehetséges dolog. Tehát erről szólt, valaki ezt elolvasta, és nem értette, hogy miről szól, érted? És neki volt internetje. De nem értette, hogy miről szólt a dolog. Mert aztán már, akihez így lecsapódik, hogy elhunyt Vágó István, az... Igen. Ha valaki üzemeltet egyébként egy ilyen oldalt, írja már meg nekünk, hogy ez hogy működik, hogy valaki oda klikkel, és ebben mennyi pénzt lehet szerezni? Vagy ebben mennyi pénz? Mert az, hogy velem is megcsinálták, tényleg... Már akkor mi is csinálunk egyet. Egyrészt, igen, leginkább azért. Én ezen sem nem háborodtam, föl sem nagyon érdekelt, tehát hogy nem verte ki nálam a biztosítékot, sokak erre érzékenyebben reagálnak, talán nem nagyon izgatott, hogy a halálhíremet keltették, de mégis, hogy körülbelül mennyi pénz lehet ebből egy hónapban összeszedni? Nem akar, ha nem akarja, nem hívjuk vissza, csak írja meg, hogy ő egy ilyen oldalt üzemeltet. Milyen bevétele van egy ilyen rossz ízű pénzszerzési módnak? Mert nyilván mindennek van határa, nyilván mindenki a saját etikai mércéhez képest akar pénzt keresni, nekem van egy ilyen oldalam, és minden nap leírom, hogy valamelyik közszereplő agyrákot kapott, vagy meghalt. Megéri, ez nem egy olyan oldal, ez egy olyan oldal, akik nem ezt csinálják, ők egy ilyen blogoló oldal. És ők viccnek szánták, kicsit ilyen hírcsárdás stílusban, és akkor így terjedt el. Tehát most talán egy kicsit másról van szó, de nagyon sokan csinálják ezt pénzszerzés miatt. Mennyi pénz jön ebből be havonta? Ugye nem lájkot vadászol konkrétan, hanem ugye kattintásszám. Ez a nagy megfejtés, a kattintásszám, mert utána azzal már tudsz menni a hirdetőhöz, hogy nézze meg. Igen, itt volt 2015 február. Micsoda forgalom van. Február 4 és mit 500 ezer kattintás volt. Így van, hát forgalmat generálsz egy oldalra, és utána te ezt az oldalnak a felületét értékesíted tulajdonképpen. Erről szól. Így van. Én megmondom nektek őszintén, hogy alapvetően egy érzelmi alapon gondolkodó ember vagyok, én utálom ezeket a híreket. Hát nem csodálom, őket. Persze. Nagyon sokszor van, így a múltban is ugye előfordult már többször, hogy egy ilyen hírt feldobtak az internetre, és van egy rakás olyan ember, akit szeretek, akinek a sorsa érdekel, akiket elismerek, és amikor azt látom, hogy jön egy ilyen hír, akkor én abban a pillanatban megyek fel a netre, és nézem. Én már besedőlök neki. Nézem, és látom, hogy megint kacsa. Ha ez nem Origo, Index, hírkereső, hanem valamilyen ilyen... De azok ugyanis ezt nem veszik át? Tehát, hogy ott kell megnézni. De hol akadsz bele?
Tehát akkor ez hol terjed? Ha Facebookon vagy, akkor ott terjed. Hát például úgy, hogy elküldi a hallgató nekünk SMS-ben. Én hát... abban a pillanatban megyek is fel, és lecsekkolom, ellenőrzem, hogy nehogy az legyen, hogy mit tudom én, mi itt ülünk a stúdióban, és közben történik valamilyen tragédia valahol az országban egy olyan emberrel, akinek a sorsa foglalkoztat minket, igen, vagy engem. Vagy mondunk vele kapcsolatban valami egy poént, amilyen átokül rajtunk, ugye? Mondunk vele kapcsolatban egy poént, és nem tudtuk, hogy mondjuk 8 órakor ez a dolog megtörtént valójában, és 9-kor még... És már látjuk a lelki szemünkben a következő címlapot. Bedobunk valamit, úgyhogy egyébként nem tudtuk, igen, és ennek ugye nyilván nagyon sokan örülnének, hogy végre újra hibáznánk. Szóval ez egy érdekes dolog. Tényleg, ha valaki ilyen oldalt üzemeltet, egyrészt, hogy hány kattintás szám után fizetnek, hány kattintást kell elérni, mi a mérce, van-e mérce, örülnénk, ha tudnánk vele hírek után beszélni, hogy gyerekek, én ezt csinálom, nem érdekel, nekem ebből pénzem van, aljasabb módon is keresnek pénzt emberek. Nem ítélkezni akarunk, csak meghallgatni, hogyha mondjuk ezt a nevünkkel adják el, akkor abból mennyi pénz jön be, nem? Tudjunk, mert a mi nevünkkel keresnek pénzt, meg további közszereplő pénzével, valahogy nevével, nem? Ez egy érdekes dolog. Na, hívjuk fel Vágó Istvánt, hogy... Nem azért, hogy életben van-e, nyilván ennek nem dőlünk be, hanem ha már egy ilyen apropót feldobtak az interneten, akkor hogy van, mit csinál, hogy telnek a nyugdíjas évek, akar-e televíziózni, merre járt legutóbb, és... És hogy élte meg, hogy ilyen hírek terjednek róla az interneten? Igen. Itt vagyok. Jó reggel! Kívánom! Hello! Jó reggel! Jó reggel, kívánok! Ilyen kicsit síron, vagy ilyen földön túli volt a hang, ez az itt vagyok. Hát nézzétek, hallgatlak benneteket, és nagyon magabiztosak vagytok abban, hogy én az vagyok, aki pedig... Hát ugye van közöttetek valaki, aki isz a lélekvándorlásban például. Én vagyok, nem igen, én vagyok. Hát honnan tudjátok, hogy én valóban nem haltam meg, és újra élek, az is lehet, hogy akivel most beszéltek, az egy második reinkarnációja a Vágónak, nem? Hát az is lehet, de ugye nem akarlak már egyből a beszélgetés elején fölhúzni kell, hogy legyél a lelked egy köztes állapotban, körülbelül 49 napig, és csak utána öltesz testet, ami minimum 9 hónap, hogy megszülessél, majd beszélni tudjál. Tehát te 49, nagyon gyorsan... 49 kell hozzá? 49 akkor, nap, az a bardó. Akkor én vagyok. Na jó reggelt, hello. De mit szólsz, amikor ezeket olvasod? Vagy mit szóltál, amikor így gondolom, sokan fölhívtak, hogy figyelj Pista, életben vagy? Mert azt olvastuk, hogy meghaltál. Igen, nagyon helyes emberek hívtak fel. És nagyon helyes emberek olyan féltő gondoskodással küldenek üzeneteket, de 100 szám. Hát gondolom, hogy ugye hallom, veletek is megtörtént már az ilyesmi. És hát ezekre azért az ember kedvesen válaszol az elején, aztán egy picit már ingerültebben válaszol, és aztán legyint rá, hogy rendben van, tudomásul veszem. De meg kell egyeznem, hogy azért ti is összekutyultok ám mindent. Vegyétek tudomásul, én 3 évvel ezelőtt haltam meg gyógyszer túlmagagolásban, és most agyvérzésbe hunytam el. Ne hagyjam, hogy ez megsértettünk. Most akkor agyvérzés volt. Aha. Na jó, de ha 3 évvel ezelőtt meghalt a Vágó István, akkor volt ideje a 49 napra, a 9 hónapos megszületése, és még meg is tanulhatod beszélni, tehát te tényleg nem a Vágó vagy. Most elbizonytalanodtam. Ugye? Igen. És akkor most agyvérzést. Egyébként ezen felhúzod magad, amikor a neveddel így visszaélnek, és azt mondod, hogy a fene vigyel, hát ne itt keressenek pénzt, azt mondod, hogy figyelj, nem érdekel. Én ezt tudomásul veszem, hogy valaki így akar feltűnni, úgyhogy én nagyon egyetértek azzal, hogy akartok beszélgetni azzal, aki ezt a honlapot üzemelteti. Engem is érdekel, hogy miért csinálja. Engem is érdekel, hogy ebből neki van-e pénze. Megjegyzem azonban, hogy túl azon, amit ti mondtok, hogy rámentek különböző honlapokra, és hogy megpróbáljátok ezt a dolgot igazoltnak venni, azért ez egy különösen aljas címről jön, mert mindenki arra hivatkozik, hogy a Hír 24 írta meg. Uh-huh. Na most ez nem hír24.hu, hanem hír-24.info. Uh-huh. Ez pontosan olyan, mint hogyha én üzemeltetnék egy rádiót, aminek az lenne a neve, hogy class-fm.info. Aha. Uh-huh. De és akkor te annyit mondanál csak, hogy ez a Klassz FM, persze. Hogy a Klassz FM-ben mondta, és nem is hazudnék, mert valóban csak a kötőjelet nem mondom. Tehát ez nem a Hír 24, hanem ez egy teljesen más, obskurus, bár az arra a honlapra, hát összekeverhetően hasonlító címről érkezett. Tehát még a dizájn is hasonlít ugye az eredeti Hír 24-hez. Nem. Hogyha valaki rámegy, akkor nem. Nem, korán sem. Uh-huh. Nem, hát a Hír 24 azért az egy profi módon kinéző honlap. Az, amin az én halálhíremet közlik most, az viszont hát egy ilyen, én tákolmánynak mondanám, szóval az is fel kellene, hogy tűnjön.
Nem beszélve arról, hogy, ugye van egy nagyon szép nekrológ rólam, komolyan, egy könycseppet el is töröltem. Írtak, de ezen a honlapon írtak rólad? Nem az, hogy írtak, hanem van egy videó, amire, és megkérdezitek, hogy hogyan terjed. Hát úgy terjed, hogy akkor tudod megnézni a videót, hogyha egyébként ezt közzé teszed a Facebookon. Uh-huh. Aha. Na most akkor viszont elmondok mindenkinek egy trükköt, aki mindenképpen meg akarja nézni az erről szóló videókat. Hogy úgy tudod a Facebookon közzétenet, ez már picit kell tudni Facebookozni, hogy a közzététel nyomán te be tudod állítani, hogy mindenki láthatja, a barátaid láthatják csak, vagy csak te magad láthatod. Ezt be lehet állítani. És ha beállítod, hogy mindenki láthatja? Akkor viszont terjed, mint az influenza, de úgy is be tudod állítani, hogy rendben van, közzéteszem a Facebookon, de csak én láthatom, ezt tettem én. Tehát én úgy néztem meg ezt a videót, hogy rákattintottam, ahogy ezt egyébként a honlap üzemeltetője is kívánta, viszont csak én láthatom. Tehát így állítsák be, és így pikeljenek rá. Sírtál? Tehát milyen az, amikor az ember megnézi a saját nekrológiát? Azért az mondom, egy érdekes élethelyzet, nem? Balázs, egyébként. De hát hozzászoktam már, ugye 3 évvel ezelőtt volt ez a homeopátiás túladagolás nevezetű, hát mit mondjak, happeningünk. Úgyhogy ehhez képest, ugye a 3 évvel ezelőtti halálhírem az vicces volt, mert hiszen pont azt használta ki, amit egyébként én felvállaltan csináltam, tehát hogy bizonyítsuk azt, hogy a homeopátia nem arról szól, amiről sokan gondolják. Ez a mostani, ez kevésbé szellemes, mert nem volt különösebb aktualitása. Hát ne haragudj, hát az agyvézése mindenkinek lehet. Ugye, hogy az agyrák, sokkal különlegesebb? Ráadásul te ismersz az én esetemben, az ugye egy kizáró tényezőt. Hát, hogy... Hagyjad már. Ne ostorozz magad, majd ő megteszi. Igen. Szóval ez így szólt. Voltak a nekrológban tárgyi tévedések, amiket esetleg szívesen kijavítottál volna? Nem. Nagyon szép volt, és meg voltam hatva, és kedves volt. Szóval nem, ez rendben volt. Balázs benne volt a nekrológban, hogy együtt dolgozott Ágó István, aki együtt dolgozott. Hát ez egy olyan rövid szösszenet volt. Hát erre már én sem emlékszem. Szeretnéd azt, szeretnéd azt te felejteni, de még felriadsz néha éjszaka is felüvöltesz, hogy hol vagy. Igen. Igen. Nem, Balázs, majd még találkozunk. Na, valamelyik túlvilágon. Pont ezt akartam kérdezni, ha már ide át is eveztünk, hogy televíziózás. Ezt teljesen elengedted, és éled a nyugdíjasok nagyon nyugodt életét, amellett, hogy nyilván politizálsz, de most erről effektíven nem is akarunk beszélni, sokkal inkább a televíziózásról. Vagy van benned még egy olyan, akár műsorterv, akár ötlet, akár egy külföldön látott formátum, hogy ezzel te most még szívesen foglalkoznál? Vagy nem, ezt letetted? Nem, én letettem. Letetted végleg? Igen. Le lehet ezt tenni egyáltalán? Ugye hát ez egy nagy kérdés, hogy... Nem sokára megtudod te is. Na hát ezért kérdezem, hogy ezt úgy egyszer csak az ember egyik pillanatról a másikra elengedi, vagy évek alatt hozzászoktatja magát a gondolathoz, hogy egyszer vége lesz, és akkor... Én szerintem ez attól függ, hogy mennyire szervezi magát az ember egyetlen egy téma köré, vagy egyetlen egy foglalkozási ág köré. Például, hogyha nekem mindenem lenne, vagy lett volna a televíziózás, és csak azért annak éltem volna, hát akkor effektíve ugye a kirúgatásom után tényleg meghalhattam volna, már abban az értelemben, hogy hát akkor nincsen további célja az életemnek, de nekem van. Tehát én el vagyok ezzel a nevezük közéleti tevékenységgel, ezzel elég sokat foglalkozom, járok, nem mondom meg, hogy hova, nem mondom meg, hogy milyen oldalon, úgyis tudjátok, rendben van, vigyázok. Köszönjük szépen. Ez kitölti az életemben. De azért odafigyelsz a tévéműsorokra, az újdonságokra? Többé-kevésbé. Talán valamivel kisebb. De nem mondd már, hogy nincs olyan, hogy így nézel a tévét, és akkor mit tudom én, megy egy műsor, mondjuk az egy perc és nyersz, és akkor azt mondod, hogy Hát ki írta ezt a hülye kérdést, és csak csapsz a térdedre. Egyébként most, hogy mondod, azért így van. Tehát én ezt a kérdést máshogy tenném fel, talán ilyenek vannak, igen. De nem nosztalgiából, egyszerű emberi felháborodás. Hogy te ezt máshogy kérdeznéd. Igen. És mi van a másik nagy szerelmeddel, az utazással? Azért azt látom, hogy itt-ott azért megjelensz. Én még azon gondolkozom, hogy hova tudsz? Tehát, hogy hova mész, ahol te még nem voltál? Hát ugye most nem régen, persze ez relatív, voltam egy dél-kelet-ázsiai úton, Dél-Korea, Tajvan,
és hát úgy néz ki, hogy a Kaukázus lesz a következő. Hmm. Igen, nem, hát szóval ez azért teljes bőzzel megy tovább. Felvíteted magad az Elbrusra? Jó, gratulálok. Na, ez igen. Látod? Látod, hogy azért mi is tudunk villanni? Mi néha azért egy picit mi is villanunk. Te jó, hogy átküldted előre, vagy hova. Igen. Mindig egyedül egyébként ezekre az utakra leginkább? Hol úgy? De igen. Függően attól, hogy hány tagból áll a csapat. De hát voltam Madagaszkáron, egyedül voltam. Az elég izgalmas volt. És még egy csomó más helyen. Hát nem tudom, az mindig változik. De hát az a legjobb társaság, nem? Nincs kivel összeveszt. Hidd el, ebben a korban abszolút megértem. Nem, már én néha most is érzem úgy, hogy egyedül mennék. Úgyhogy ez az ember abszolút. Na, erre nem kérdezek továbbra. Néha jó, egy kicsi lopott idő egyedül. Hogy attól függ, hogy a feleségemnek hosszúnak tűnik az út, vagy rövidnek, ő nem nagyon szeret repülni. És hát most úgy gondolom, hogy ti is foglalkozhatok eleget ezekkel a légi balesetekkel. Hát ez nem bátorítja őt az utazásra. Hát főleg nem Ázsia környékén, tehát leáll a jobb hajtómű, és erre lekapcsolják a balt, ugye ez pont egy mai hír. Hát ez elképesztő, hogy... És elküldik őket egy 4 napos továbbképzésre, gyerekek. Akkor tanuljatok meg egy kicsit repülni, ha leáll a bal, ne a jobbat kapcsoljátok már le. Hát ez rosszabb, mint a hír maga. Egyetértek. Igen. Olyankor nem vigasztanak a statisztikák, amik rögtön beugranak. A világ legbiztonságosabb közlekedési eszköze a repülő. Erről van szó. Te sportolsz valamit? Vagy mozogsz valamit? Nem. Vagy csinálsz valamit? Semmit? Nem. Néha kártyázol. És a dohányzás az még ugyanúgy? Tehát egy szenvedélyként ott van? Jó tesz ez nektek, hogyha erre válaszolok. Igen, jó, én veled vagyok. Kíváncsiságból kérdezem. Akkor röviden mondom, igen. Az ott van. Igen. És a sportra hát miért vágtál? Talán ez a hosszú élet titka, hogy egy szép kört csináljunk ebben a beszélgetésben. És a sportra miért vágtad rá ennyire, hogy nem? Tehát, hogy ezen nincs olyan, amit szeretnél, vagy nem érdekel? De sokat fotballoztam én annak idején, de aztán történt velem egy ilyen véletlen baleset, és akkor azt gondoltam, hogy ennek akkor most már vége. Inkább ez volt benne a szomorú, hogy én ezt tudomásul vettem, hogy többet én nem fogok focizni. Meg hát egy foci meccs az másfél óra, addig nem lehet dohányozni. És addig nem lehet rágyújtani. Hát igen. De nézni lehet, az jó. Igaz. Vágó István, hogy köpköd a gyepen. Kevesebbet hallok a szkeptikusokról. Mi történt? Abból kiszálltál? Vagy buddhisták lettek? Vagy végre rájöttetek, hogy tévedtek? Végre rájöttetek, hogy mi van itt a háttérben, és feladtátok. Ez jó, igen. Szóval egyre inkarnálódott Vágó Istvánnal beszélni, továbbra is ragaszkodom hozzá. Igen, de nem foglalkozol vele, vagy nem csinálod? Nehogyne, hát látod, hogy ezzel kezdtem én is. Hogy kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán utána mentek-e ti, például vagy te személyesen, Balázs, hogy beszélj egy reinkarnálódott emberrel. Még egyszer mondom, lehet, hogy most is egy olyan... Hát István, minden nap ilyenekkel beszélni. Én erre azt kérdezem, hogy láttál már $1 milliárd egybe? Miért? Mert annak ellenére, hogy nem láttad, azért az még létezik, nem? Igen, attól, igen, erre azt szokták mondani, hogy és láttam már tejáskannát, ahol másik oldalán. Nem. Nem, de attól még lehet ott. De nem, így van, hogy csak azt hiszem el, amit látok, de köztünk ez egy hosszú beszélgetés. Nem, azt hiszed el, aminek van valami racionális alapja. Ha azt mondok egy másikat, hogyha az nem ellenkezik egyébként tapasztalatainkkal, vagy a fizika törvényeivel, és így tovább. De hát ez hosszú téma. De egy hosszú téma lenne, igen, de mondd meg akkor nekem, hogy van az, hogy mondjuk én 2 éve homeopátiát adok a gyereknek, és működik. A gyerek. A gyerek. Ugyanúgy működne homeopátia nélkül is. Igen? Igen. Tehát elindul egy középfölgyulladás, amit mondjuk 5 évig mi antibiotikummal kezeltünk, az elején meg tudjuk ezt állítani, és nem kell, akkor a gyerek magától gyógyul meg? Vagy tudja, hogy placebót adok? Hát egy rész magától is meggyógyul, ez teljesen természetes. Másrészt azért, ha antibiotikum kell, akkor ne homeopátia. Nem, ezt mondom, hogy amikor szól, hogy fáj, megállítjuk, ha már középfölgyulladása van, nyilván akkor antibiotikum. De hogy régen azonnal antibiotikum, most pedig meg tudjuk állítani, és elmúlik. Figyelj ide, ne keverjük a rossz orvost a tudománnyal. Tehát minden tudományágnak vannak rossz művelői. Ez borzasztó érdekes, hogy persze, hogy amikor elviszed egy orvoshoz, és ő eltolja, mert ilyen van, az soha nem merül fel, hogy egy homeopata orvos rosszat ír fel. Az mindig jót ír fel. Hát hogy van ez? Hát gondolkodjatok. Nem de lehet rosszat felírni nyilvánvalóan. Tehát nem tudsz rosszat csak felírni. Csak jót? Hát nem. Ugye,
Feri, ugye vicces? Nem. Azt mondom, ugye azt mondod, te azt állítod, hogy homeopata orvos nem írt fel még soha rossz gyógyszert. Azért nem, igen, azért nem ír föl rosszat, mert hogy nincs hatása egyiknek sem. Tehát rosszat. Mi egyet mondunk, én mióta vagyunk, én veled vagyok ebben. Hát én szoktam, dehogy nem, én szoktam a Balázsnak ellent mondani ezekben a dolgokban. És ilyenkor meg is paskolod egy picit az orcáját? Hát próbálom, de azt még nem engedi. De azért, mert nem tud fölírni rosszat, az egyenesen azt jelenti, hogy akkor ez a dolog nem jó, vagy nem működik, mert akkor ártani kellene? Én ezt arra mondom, hogy akkor, amikor a tudomány kudarcairól esik szó, akkor általában ez mindig egy rossz orvos, vagy egy orvosi tévedésnek tudjátok be. Tehát mivel az orvosnak nem sikerült meggyógyítani, ezért a tudomány rossz. Aha. Ez egy téves gondolkodás, mert a tudomány jó, de vannak rossz orvosok. Szembeállítva a homeopatákkal, akikkel kapcsolatban még soha nem hallottam, hogy ez a homeopata orvos rosszat írt fel. Tehát a homeopátia rossz. Nem. Igaza van a Ferinek, egy homeopata orvos nem tud rosszat felírni, hiszen semmi hatása nincs a szernek. Na de akkor mitől gyógyul a gyerek? Ez a jó kérdés. Na most, hogyha meggyógyul köszönöm. A gyerek... Köszönöm. Na álljunk meg egy pillanat, azért ezt most köszönöm. Ezt felírjuk, kimásoltuk. Csak összejött. Köszi szépen István a beszélgetést. Igazából csak egy önigazolás kellett végre Balázsnak. Profi itt hagyja abba. Na, szóval, örültem. Hogy akkor mitől gyógyul a gyerek? De hát azt érdemes megnézni. Na most én azt mondom, hogy tegnap például esett az eső, ma meg meggyógyult a gyerek, következésképpen, ha előző nap esik az eső, az jót tesz a gyereknek. Hát ilyen következtetésekre lehet jutni. Lefordítom. Adtam homeopata szert a gyereknek, holnap meggyógyul, tehát a homeopata szernek következtében. Ez egyáltalán nem biztos. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk állapítani, ahhoz körülbelül 1000 gyereket kell megnézni, abból 500-at kell homeopata szerrel, másikat pedig nem homeopata szerrel kezelni, lehet harmadik csoport is, amelyik meg nem kap semmit. És nézzük meg, hogy van-e közöttük szignifikáns statisztikai különbség. De az, hogy az én gyerekemnek adtam szert, másnapra meggyógyult, ebből még nem következik semmi, mert nem tudjuk, hogy mitől gyógyul meg. Lehet, hogy a szertől, lehet, hogy mástól, lehet, hogy magától. Tehát ezért nagyon veszélyesek ezek az egyedi történetek, ezt mi úgy szoktuk mondani, szkeptikusok, hogy ezek az anekdoták. Anekdotákból nem lehet következtetéseket levonni, nem beszélve arról, hogy egyébként amikor egy gyógyszert törzskönyveznek, akkor se fogadják el az egyedi történeteket. Hogy nekem a szomszédomban lakik Mari néni, ez volt a baja, adtam neki ilyen szert, és meggyógyult. Ezt nem lehet elfogadni bizonyítéknak, mert 1000 Mari néni kell hozzá legalább. És nagyon jól ellenőrzött körülmények között megnézni, hogy mi az, ami végleg hatott. Érdekes érvelés, pokorra kerülsz, de érdekes érvelés. Hozzájártam, nem rossz. Hidd el, én is ott leszek, 1000 évig Balázsot fogok vezetni, és mindig magamat kell. Mindig magamat kell írni mindenkire. Te leszel a műsorvezető, és mindig önmagammal találkozom a fal másik oldalán, és a fejemre olvasom az összes művet. Én is ott leszek, meg ott kell ülnök az első sorban, és tapsolni. Jaj, de jó kérdés. Valamiért azt látom a Balázs arcán most így az utolsó 10 perc után, hogy ebből nem lesz rendszer, hogy hívogatom. Dehogy nem, én ezt látom. Annyiszor megígértük úgy is, hogy hívunk, hogy imádok erről beszélni. Főleg veled, hát mi azért így a forgatások alatt is erről elég sokat beszéltünk. Igen. Na jól van, hát örülünk akkor, hogy jól vagy, és hát vigyázz magadra. Aztán lehet, hogy egy-egy ilyen általam sokat favorizált körben egyébként hívnánk, vagy témakörben, erről már úgyis volt szólás, földön kívüliek, chemtrail, ugye ezt talán még ígértük is egyszer. Ezeket te úgyis szereted, az a tartozunk. Egy olyan betegetésen még tartozunk egymásnak. Egy jó kis chemtrail, bizonyítás, jó kis igen. Igen. És hát köszönjük, vigyázz magadra, örültünk, hogy hallottuk a hangodat. Köszönjük szépen, Vágó Istvánnal, köszönjük szépen, ciao, hello, hello. Én imádom, hogy érve. De tényleg? Hogy megfogta? Csapkodtatok itt egymás felé. Adhatnánk neki egy ilyen szkeptikus rovatot. Jó, végre. Végre. Ez is teret kapna a rádióban. Lehet jönni. Beengedjed az ördögöt a templomba. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni. Hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban.
Egy érdekes cikket találtunk, és valószínűleg sokan voltak már hasonló cipőben, a cikk egyébként szenzációs, mert hogy üzengetés vette kezdetét egy társasházban, ezt egy internetes oldalon találtuk, egy bizonyos fúró ember miatt. Jaj, és a hír szenzációs. Minden harmadik nap reggel 9 és 10 óra között, vasárnap se kivétel, az illető elkezd fúrni. Elkezd fúrni, és az a megdöbbentő ebben a társasházban, hogy állítólagosan a cikkírója szerint hangforrása lassan egy éve nincs meg. Tehát hallod, hogy fúr, de nem tudod, hogy hol. Igen, egy éve nem tudják beazonosítani a fúró embert, pedig társasházról van szó, mégsem tudják kinyomozni, hogy ki az illető. És a lakók után a portaszolgálat is kitette egy szöveget, miszerint a kéréseknek megpróbáltak eleget tenni és kinyomozni a fúró embert a társasházban, akire gyanakodtak, azokról kiderült, hogy nem ők voltak. És kiderült, hogy egy éve nincs meg az illető, folyamatosan mennek kommandók, akik az adott pillanatban 9 és 10 óra között hallgatóznak lakásokban, hogy honnan jön a fúrás, és nem sikerült megtalálni a fúró embert. Mert egy körbe is akkor rátapasztják a fülüket az ajtókra, bejelentőzők. Igen. Akkor, ha hallod, ő az. Nem. Szerintem itt senki. Jó, oké. Akkor 2B. Érted, és akkor mennek tovább. Igen, hallgatóznak, és évek óta nem tudják, hogy a társas házban hol fúrnak. Mondjuk ez simán elképzelhető, nem lehetnek túl jó minőségek a hangszigetelők, mert hogy azért vagyok őszinte, hogyha laktatok lakótelepen, már pedig laktatok, akkor tudjátok, hogy bárki bárhol valamilyen zajt csinál, az mindenhol hallatszik. Tehát megüti valaki a radiátort, abban a pillanatban mindenhol megszólal a radiátor. Bárhol bármilyen zajos dolgot, például te szemétledobóba beledobnak egy pár üveget, mindenki omlik a ház. Omlik a ház, igen. Így van. Mm-hmm. Igen. Na most hát pont ezért nem találják, de én azt szemértem, hogy miért nem kopogtatnak be mindenhova fúrás időben, ahol abban marad. Te bevallanád? Hát de hát akkor, érted, akkor az az a lakás. Mennyire logikus, tehát bekopogtatsz, tényleg. És ő fúr tovább, nyilván nem fog tovább fúrni, abba hagyja a fúrást, és esetleg kijön ajtót nyitni, és azt mondja ártatlan szemben, hogy nem én voltam. Uh-huh. Te voltál, hiszen most nincs fúrászaj. Érted? Aha. Kiírtak egy levelet, azt írták, tisztelt lakók, hetek óta próbáljuk beazonosítani a fúrás helyét, órákon át állunk ajtók előtt és a szinteken, mind a három épületben. De akárhova becsöngetünk, a végén kiderült, hogy nem nála történik a fúrás. Sokan jelezték már, hogy hallják, de eddig senki nem tudta megállapítani, hogy honnan, melyik épületből, sőt, melyik szintről jön a hang. Tudjuk, hogy nagyon idegesítő, és sajnáljuk, hogy eddig nem találtuk meg. Bárki bármit tud, ki az, aki időnként fúr pár lyukat a falba, mert hogy ennyit csinál, pár lyukat fúr, az jelezze egyébként. Ezt írták ki. Ez egy korai stádium. Tehát kiírta a közös képviselő, nem tudom, hogy próbálják beazonosítani a fúró embert, aki egyszer nincs meg. Ez biztos, hogy egy korai stádiumban írodott levél, mert valószínűleg mostanában már olyanok itt, hogy te rohadt tetves, mocskos rohadék, hogy a jó büdös édes anyádért fúrsz minden reggel, vasárnap, ha megtalál, kibelezlek. Én imádom az ilyen társasházi drámákat, én ezeket nagyon szeretem. Amikor eltűnt biciklit keresünk, az a szemét, aki elvitte, adja vissza, mert a gyerek sír. Én olyan kiírásokat láttam társasházban, amikor laktam, hogy a szenzációs. Fölteszem a kérdést, hogyha egy éve tart ez a dolog, igen. És napi három lukat fúr. Nem napi három lukat, de lehet, hogy naponta, nem tudom. Azt mondtam, nem, mind a harmadik nap reggel 9 és 10 óra között, tehát nem naponta fúr, mind a harmadik nap. Ja, minden, ha akkor is, ha azokon a napokon, amikor hallod a fúrást, az három fúrás, mert igen. Azt mondja, hogy három fúrás van, vagy harmadik naponta, az azt jelenti, hogy 100 napot fúrt egy évben, 300 lukat fúrt a lakásában. Minek? Na ez a jó kérdés, hogy mit csinál? Mit csinál? És mit fúrsz úgy, hogy egyébként belefúrsz a dologba háromszor, és vége van. Nem kalapálsz, nem csinálsz semmit. Tehát utána nem folytatódik a fúrás, majd három nap múlva megint. Vagy egy nap múlva, vagy egy nap kihagyással megint fúrsz. Vasárnap egyébként nem fúr. Hát az úr is megpihent ezen a napon. Kírt egy illetékes, ugye, illetve egy lakó, tisztelt illetékes, érdeklődni szeretnék, hogy a rendszeres fúrás kalapálás, mely már több mint egy éve húzódik, kb. Minden harmadik nap 9 és 10 órától, mikor marad abba? Fogalmam sincs, mi a cél ezzel a három naponta megfúrt 2-3 lyukkal, de ha esetleg megvan a véglegesre tervezett lyukak száma, szívesen felmegyek és rászánok egy napot, hogy segítsek önnek. Ez rendes, tehát korrekt. Egy konkrét levelezés bontakozott ki ebben a társasházi kis minidrámában, és ezt a levelezést küldték el az egyik internetes portálnak, akik ezt a cikket. Ki lehet egy festőművész, aki három naponta készül el egy új képpel? De nem tudja, amit aztán nincs felrak annyi, a falra? Nincs annyi hely a falon. Akkor pedig nagyon rossz minőségű a fúró, és nem boldogul azzal az egyetlen lukkal, de amivel akkor már küzd hónapok óta. De akkor miért nem vesz egy jó fúrót? Na tessék, vagy várjátok, nézzük meg a helyzetet. Ott vagyunk a társasházban. Hogy jössz rá? Uh-huh.
Tehát most tényleg jön? Egy társasházban lakunk, rohadtul megbeszéljük minden közgyűléssel, hogy valaki tényleg fúr, kapjuk el, mit csinálunk. Mi a haditerv? Hogy állunk neki? Jön három naponta egy fúrás, tényleg már az agyadat eldobod, a gyerek sír, nem tudsz aludni, tényleg szétcsesz az ideg. Vannak ilyen társasházak, ahol megőrülsz. Tehát valaki hozzányúl a, nem tudom, a két lábosához, és te is hallod, ugye? Mindenféleképpen megfigyelő bizottságot kell felállítani. Juli, nyiss ablakot, léci. Én csak ebben hiszek. Igen? Hát azért, mert ugye nem tudod, hogy mikor kezd el fúrni. Az idő, amit fúrással tölt, az nagyon rövid, mert három fúrást kifúr, tehát nincs időd, érted, elkapni. Vagyis, mit vagyis csinálsz? Vagyis azt kell csinálni, hogy minden folyosóra 0-24-ben fog. Ne, adott, nem kell 0-24-ben, adott időpontban fúr. De minden nap, igen, hát erről szól a cikk, igen. Tehát de minden nem, nap, azt mondtad, hogy minden nem minden nap jön vissza. De minden harmadik nap reggel 9 és 10 óra között fúr. Akkor minden harmadiknak reggel 9-kor ki kell állni az összes folyosóra, mert mire te elkezdett keresni a hangforrását, addigra az abban marad. Ne, ők ezt csinálták, tehát ők azt csinálták, hogy hallgatóztak. Tehát odaállták, hát ez is benne volt a cikkben, hogy odaálltak a fúrásnál, és minden ház ajtónál bekopogtak, amikor a fúrás hangot adták, ön fúr, és kijött, aki ez kezemben nem volt fúró. Aha. Tehát nem tudják beazonosítani, nem tudják megfogni. Az a baj, hogy ez egy minimum három főből álló bűnszövetkezet, tehát a szomszédoknak biztos, hogy tudniuk kell róla, hogy az ő közvetlen szomszéduk fúr. Tehát olyat legalább hárman vannak olyanok, akik összezárnak. Mert mondjuk most valljuk be őszintén, a szomszédodban fúr valaki. Igen. Te oda teszed a füledet a falhoz, és azt hallod, egy tehát olyan nem olyan jössz nincs, hát ott pont rájössz. De nem, azt hallod, nem. Hogy mindenhonnan de jön azt hallod, a hogy mindenhonnan jön a hang, nem tudják meg, nem tudják lokalizálni, tehát mindenhonnan jön a hang, nem teszi, nem tudja oda tenni. Hát na, mi egy laposúgyi pukit is hallottunk a szomszédba. Pont te mondtad el az előbb, ha valaki megüti a radiátort, azt mindenütt lehet hallani, de nem tudod pontosan, hogy honnan jön. Azt kéne kitalálni, hogy miért fúr. Tehát ha valaki minden nap fölvisz egy darab festményt, akkor ő az. Nem, de nem visz föl nem semmit. Visz föl. Semmit? Nem visz föl semmit. Mit sem modellező szakközt üzemeltet, hát, ahol izék vannak? Hát ki kell rakni egy hirdetést a folyosóra, vagy pedig a lépcsőházba, hogy 82 éves egyedülálló özvérasszony vagyok, sajnos nem tudok felszerelni a falral néhány fotót, képet, szegény elhunyt férjemről, tudná valaki segíteni? Vagy rendelkezik-e valaki egy jó minőségű fúróval, illetve az ehhez a fúráshoz szükséges eszközökkel? És akkor átjön a csávó, ez jó? Azt mondja, hogy Marika néni, csókolom, én itt vagyok, olyan fúrom van, meghallgatod, hogy ugyanez a fúrózaj, te vagy az. Hogy összehasonlítod a fúrózaj? Persze. Hogy mindenhol becsönget, és mindenhol megkérdezed, hogy fúrjanak? Igen, hogy nem. Hát ez mindenki kapcsolja be a fúróját, vagy micsoda? Nem. Ezt nem értem. Azt tudod, hogy ez a fúrózaj, ez hogy szól? Igen. Ugye? A Jani kirakja a hirdetést, hogy Marika néninél föl kell fúrni három darab képet a falra. Átjön valaki, akinek van fúrója, és nyilván ez ugyanaz a csávó lesz, mint aki fúr. Érted? De miért lenne ugyanaz? Nem ér, miért de bárki? Lehet az. Ja, lehet ugyanaz. Hát de lehet ugyanaz. Lehet. Egyel beljebb vagyunk. Zsákot a fejére, megpukrocozni. Nincs bank a közelben, de most már komolyan úgy, mint a izében. Lehet egy érckalapásra és egy fúróval próbálok, minden nap egy kicsit csak fúrnak, és szépen lassan így próbálnak eljutni. Tehát aki a nadrág zsebéből kirázza a kavicsokat, amikor sétál a folyosón, ő az. Ez a társasházi együttélés, ez egy szörnyen könyörtelen dolog szerintem. Tehát aki kitalálta, orszalmas. Hogy olyan társasházakat kell építeni, ahol tényleg lejtesz egy lábost, és mindenki fölriad. Ez azért van, mert ezeket ilyen 20 évre tervezték előre, vagy 30 évre maximum, ilyen kicsit ilyen szükséglakás jelleggel, aztán kiderült, hogy ebből a 30-ból lesz ilyen 40, meg 50 is. És hát azért enyhén szólva is azért nem túl jó minőségek ezek a falak. Megőrülnék, de tényleg sose értettem, és ezek a fúrók egyébként tényleg úgy csinálják, hogy mondd meg nekem, mit kell vasárnap reggel 7 órakor fölfúrni. Te értitek? Mi az, ami nem ér rá? Mi az, ami nem ér rá reggel 10-ig? 11-ig? Vagy miért nem tudja hétfőn délután 4 kör fölfúrni? Tehát nekünk mi is laktunk panelházban, ott volt egy olyan csávó, aki nem tudtuk ott sem lokalizálni, hogy honnan jött. Ő minden szombaton reggel 8 órakor elkezdett szintén fúrni, és nem értetted, hogy mit. És miért 8-kor? Miért nem 10-kor? Mi az, ami nem ér rá? Hogy mi az, ami nem ér rá? Igen. De csomó ilyen zaj van egyébként, a szokásos WC lehúzós, az az átlagos. Tudod, ami mindig reggel jön, vagy mindig ugyanakkor. Nálunk is például fölöttünk lévő, vagy alattunk, nem tudom, mert azt se lehet hallani, de nálunk minden reggel 5-kor van nagy öblítés. Hát, mondjuk korán fél, kell. Igen, fél 5-kor kávézik. Hát hallod? Minden reggel 5-kor az van, hogy azt hallod, hogy ha te is kint vagy pont a fürdőszobában, ez szörnyű. Kimegy, és vizionálod is. És már látod is egy idő után, van egy ilyen, gondolom, megmos a hideg víz meg is a arcocskát, pici csönd, és én nincs, ez iskolá, gyere már, kukoricára esett,
kukoricát, de nincs ez nem, nincs. Szerencsére nem hallom. Csak az, az, említés. Az a szép, amikor még hallod ordítani. Csak és az nincs. Említés. Nálunk a társaságban konkrétan ki volt írva, hogy add vissza a kék biciklimet, oldik, mert sír a gyerek. De ezt a feliratot én láttam, hogy az, aki ellopta a gyerek biciklit, mert nálunk úgy tárolták régen, ahol laktam, hogy az ajtó előtt. Nem tudom, volt egy közös tároló, oda senki nem vitte be, és fölmentél négy emeletes társaságot, és az ajtó elé levágtad a biciklidet. Ugye hát nem vitted be a lakásba, és elloptak egy ilyen kék futó biciklit. És ez volt. Sír a gyerek. Tisztelt lakók, ellopták, aki ellopta, adja vissza, hogy sír a gyerek. Mert a lelkére próbált hatni. Igen, soha büdös életben nem lett meg. Mint itt a villanyórát mondják sokan, hogy a villanyórát kell nézni. Hogy hol pörög? Hogy hol pörög meg hirtelen a fúrásnál, igen. Ez egy jó. Ez egy jó ötlet. Na, ez egy jó irány. Hát azért ezek az új fúrók már nem, tehát hogy ha szerintem a nád tévébe van kapcsolva, meg ég két lámpa, akkor ugyanolyan sebesség. Gyorsabban pörög, ugyanagyobban. Szerintem igen. Lehet, hogy pillanatra megpörget, igen. Na, megnézzük hallgató, hogy milyen problémával küzdenek társasházban. Azok írjanak, akiknek az agyára megy valaki a társasházban, panelházban, panellakásokban. Milyen neszek, milyen zajok, milyen konfliktusok vannak, jó? Ki már üzengetett, az is írjon. Igen, üzengetések, biciklilopások, szeméttárolás, szórólapbedobás és minden olyan, ami benneteket egy társasházban kiborít. Mit csinál a lakó és mivel borít ki? Hát csak mondom, hogy én azért üzengettem annak idején két formában, és az egyik a játszótér volt, ott jeleztem a kedves anyukáknak, apukáknak, meg a gyerekeknek, hogy közös ügyünk, hogy sokáig megmaradjon az a játszótér, és sokáig tudjuk használni, úgyhogy ne bontsuk, hanem építsük, vagy legalábbis tartsuk karban, illetve a másik a szemétledobó. De kiírtad? Hát az természetesen, igen. De nagyon szépen. Nem de figyelj, te rohadék, ha még egyszer dohányzol a annyira megverlek, hogy összetoljod magad. Igen. Na, írjanak azok, akik üzengetnek, jó? Hogy mi van a különböző társasházak falán, ki mivel küzd? Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Furcsa zajokról beszélgetünk, és arról, hogy most nem arra vagyunk kíváncsiak, igazából nagyon sok SMS-t kapunk a témához, hogy mit csinálnak szomszédok, hova teszik a szemetet, játszótér, mit tudom én, parkettáznak. Csak zajok, tehát csak zajokat keresünk, mert ugye talán a Velvet, nem is tudom pontosan, vagy az Index lehozott egy cikket egy társasházi üzengetésről, mert hogy fura zajok vannak, és nem tudják beazonosítani, nem tudják lokalizálni a fúrás hangját. Évek óta megy a dolog, üzengetnek egymásnak a lakók, nyomoznak, hallgatóznak a lakás alatt, de a lakások előtt, de nem tudják, hogy honnan jön a zaj. És kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy ők milyen zajokkal találkoznak már, vagy találkoztak már, mikor társasházban laktak. Egészen elképesztő SMS-ek jönnek egyébként, hogy ki milyen hangot hall, vagy hallat. Május óta a szomszéd a nap 24 órájában krákog, köpköd és összehányja magát. Az egy év mindjárt. Az, figyeljetek, az egy év hamarosan. Új a szomszéd. Az kellemetlen. Megjött a szomszéd. Neki csak annyit kell üzenni, hogy ACC. Krákog és köpköd. Az, de a lakásban? A lakásban. Gyerekek, hogy? Igen. Hát úgy. Négy emeletesben lakom, este 9 és 10 között valaki üti a falat. Minden nap. Még nem derült ki, tippem szerint az alsó lakó tornázik medicinlabda. Az jó. Az igazi állat. Már kiírtam, azóta is rendszeresen csinálja. Nagy kosáredzés a lakásban. Igen. A felső szomszédom vagy egy mosómedve, vagy egy bérmosó. Minden hétköznap 3 óra 15-kor, hajnali 3 óra 15-kor indítsa el az első mosást. Bérmosó. Azt tudod, hogy van az esti bekészítésem, csak mondom. Hát vagy felkelsz hajnalba, 3-kor és 3.15-kor elkészíted. Mert van időszítős mosógép, 9-kor berakod, hogy 6 óra múlva induljon, hajnali 3, és akkor 6-ra kész a mosás, és ki tud teregetni reggel. Bizony, vagy ő rendszeresen éjszakás. Hosszú program, 3.15-kor indít, és 6-ra van kész, nem így. 2-3 óra nagy fehéret mosol, mi mindig. És lehet, hogy azt csinálja, amikor ő elmegy dolgozni, akkor indítja el, mert egyébként a pihenésben nehogy már zavarja a mosógép. De a hallgató hozzáállása, a Réka hozzáállása nagyon tetszik, mert ő a pozitívumokat látja, és ez mindig nagyon fontos az élet minden területén. Nagyon hasznos számomra a 3 órás 15-ös időpont, mert így tudom, hogy még mennyit alhatok. Tök jó. Tehát egy ideig ránézszél az órádra, és egy idő után láthatod, hogy fixe 3.15, még van 2 órád, és utána kellett kell 5.15-kor. Van egy hallgatónk, aki ebben a házban lakik? Tényleg? Na, Anna, de ügyes vagy. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Ádám! Hosszasan beszéltünk erről a fúrós cikkről, hogy nem tudjátok beazonosítani. Te tényleg ebben a házban laksz? Igen, igen, és van, amikor délelőtt otthon vagyok, otthonról dolgozom. Ne csináld! És már képzeld, de cipőben ülök a nappaliban, meg pulóverben, hogy egyből tudjak ugrani, hogyha jön a hang. Mert a biztonsági őrrel meg néhány
ilyen délelőtti otthon lévő emberkével egyből megyünk a lépcsőházba, és akkor próbáljuk megtalálni az a igen, hatkorát. Riadó lánc. Nagyon jó. Figyelj, igaz a cikk, amit ír, mert ugye nyilván ezt egy hallgató beküldte ennek az internetes portálnak, hogy minden harmadik nap reggel 9 és 10 óra között, vasárnapok se kivételek, ahogy látom, rosszul mondtam, így elkezd van, fúrni az illető? Így van. A legrosszabb az az, hogy szombat-vasárnap is, amikor pihennél, 8-9 órakor jön a fúrás, és ez 3-4 lukat kifúr, ahogy mondtátok is, és abban marad. De az alatt már ugye frankon felébredsz, tehát hogy... És utána még egy ilyen 10 másodperc kalapálás körülbelül, de nem tudod beazonosítani. Tehát rohanunk az elsőtől a hetedikig, 3 lépcsőházban. Nem hiszem el. És az A lépcsőház azt mondja, hogy a B-ből jön, a B azt, hogy a C-ből, a C azt, hogy a másikból, tehát ezt nem lehet megtalálni. És akkor hogy van? Tehát, hogy minden harmadik nap fúr hát három darab lyukat. Mióta tart? Hát én szeptember óta vagyok itthon, előtte külföldön voltam, de állítólag olyan április óta ezt már rendszeresen. Egy éve, három naponta, az figyelj, igazad van, ugye Feri, ezt kiszámolt, ez hány lyuk? 300 lyuk. Tehát a lakás konkrétan úgy néz ki, mint egy szita. Ha esik az eső, akkor ott beesik az eső. És egy pici kalapálás van utána? Így van, egy ilyen 10 másodperc kalapálás. Három tipli, tudod? És a hallgatók, vagy a hallgatók, a lakók tényleg rohangálnak közben, tehát azt látod, hogy haj zajlik a fúrás, miközben, mint a hallgatók, a lakók, mint a mérgezetek, gyerek rohangálnak a lépcsőházban, hogy lokalizálják a helyet? Így van. Én a múltkor kiszaladtam gyorsan, mondom, már cipőben ültem a nappaliban, mert vártam, hogy jön a következő luk, és jöttek fel az alsó szintekről, is szaladtak fel. Az egyik srác egy üveg ásványvizet szorongatott a kezébe, nem tudom, mi volt a célja, hogy leöntse, esetleg nyakon öntse. Hát lehet, hogy sav volt benne, hogy arcon önti savval, vagy nem tudom. Nem tudom, de tényleg abszurd teljesen a helyzet. Tehát én ezt el sem tudom képzelni, hogy mi lehet ennek a célja. És miért mindig három naponta arról beszéltetek a többi lakóval? Vagy azt se értem, hogy akkor miért minden nap, vagy hogy három naponta? Tehát ebben van egyfajta tudatosság, hogy fixen három naponta. Hát teljesen értelmezhetetlen számunkra az egész. És mindig tényleg három vagy négy lyukat, van, amikor 10 percenként fúrja be azt a három lyukat, van, amikor fél óra is eltelik közben. Súlyos. És volt ilyen körlevél így a lakóknak, vagy mit tudom, a lakógyűlés ebben a témában? A lakógyűlés májusban van, úgyhogy szerintem az majd most lesz nem sokára, de először az első emeletről írta ki valaki, amit az is olvastatok. Igen, itt van a levél, igen. Tisztelt illetékes, vajon meddig fúr még, akkor átmegyek és segítek, igen. Igen. Ezen nagyon jót nevetgéltünk, amikor így jöttem az a munkából, aztán másnap már a közös képviselő is kiírta, hogy keresik. Tehát ugye a közös képviselőnek van egy telefonszáma, amit egész nap lehet hívni, 0-24 órás portaszolgálat van. És hát már ő is megelégelte azt, hogy folyamatosan csörög a telefon, ugye van két perc. Nagyon jó tippek jönnek, azt mondják, lehet, hogy vadász és kirakja a kitömött cuccokat. Elmegy a három napban vadász, és bemész a lakásába, és kell keresni a kitömött állatokat. Vagy makettet épít, és lehet, hogy csak reggel van ideje, és azért fúr. De akkor nem a falat fúrná, mert ugye a hang akkor terjed, ha a falat fúrod meg igazán. Tehát akkor a falat fúrja, egyértelműen. És mi mondom, ez egy körbe van, tehát van egy belső udvarunk is, egy ilyen négy szögletű ház. És mindenhonnan úgy érzed, hogy máshonnan jön. Figyelj, egy időt egyébként el tudom képzelni, ez barom idegesítő. És azt, hogy ugye nem tudod megfogni. Tehát nem tudjátok beazonosítani, hogy ki lehet. Figyeljetek, majd a májusban ezt a lakógyűlést arra a napra rakjátok, amikor általában ez az ember fúrni szokott, aki nincs előtt, már eleve gyanús. Ez tényleg, ez jó ötlet. Szűkül a kör, jó. Szűkítsétek a kört, legyen aznap a lakógyűlés, amikor fúr, és úgy, hogy tudjátok hallgatni, hogy van-e fúró hang. Ha van, és nincs ott, akkor már csak 2-3 lakást kell megnézni, vagy 5-öt, akik nem voltak ott. Hát az a baj, hogy a lakógyűlésen eleve kevesen szoktak lenni, ugye nagyon sok ház ki van adva a bérletben a külföldieknek. Ja, úgyhogy nem lehet. Úgyhogy elég nehéz. Van másik jó ötlet is egyébként, ez is ilyen szűkítős, hogy azt mondja itt az egyik hallgató, hogy ugye három lépcsőház van ABC, ahogy meghalljátok a fúrást, akkor első nap csak az át kapcsolod le. Ha megszűnt, akkor már legalább azt tudod, hogy az A lépcsőház. Tehát lenyomod az áramot. Mert ugye azt mondod, hogy 280 valahány lakás van, az ugye három lépcsőházra oszlik el. Tehát elsőnek lépcsőház szűkítés. Ha megvan a lépcsőház, akkor emelet szűkítés. Igen. Tehát a következő fúrásnál csak az elsőt nyomod. Igen, és ha aksis a fúró, akkor sajnos ez nem. Szívtad. akkor kezdheted az egészet előről. Igen, ideg többen a villanyórát, most 300 villanyórát egyszerűen nem tudsz figyelni, mikor elkezd valaki fúrni. Tehát ez nem egy jó megoldás. A hányadik kerületben vagytok egyébként, hogy hol van ez a lakópark? Hát a keleti mellett van egy pár perc, itt a baleseti központ, az országos baleseti központ. Aha, baleseti központ mellett.
Hát jó. Egyébként egy új ház, tehát egy 5 éve épült. Tehát az fura, mert azért ez a zaj, igen, ez leginkább a régi panelrakásokra jellemző, hogy valaki furt, és nem tudtad megmondani, hogy honnan jön. És nyugodtan furhatál, mert tudtad, hogy úgyse találnak meg. Mert hát kimentél a lépcsőházra, és... mindent hallasz. Igen. De nem te vagy. Fölöttem is, nem. De fölöttem is például minden éjjel egykor, egy és kettő között küldik valaki, és azt is rendesen hallott, hogy egy óráig engedi magának a vizet, és akkor utána beleül, forgolódik, mozorok külön, és mindent hallott abszolút. Tehát azt írja, hogy hallgat, hogy én fúrok, és körbe lambériázom. Bizakodjatok, a felével már kész vagyok. Már csak egyéb. Igen, na jó, Ádám, hát kitartás, figyelj, ha megoldódik a dolog, vagy elkapjátok, vagy van bármiféle erőlelépés, dob már egy SMS-t, és visszahívunk, hogy végül hogy sikerült az illetőt megtalálni, vagy ki volt, vagy elköltözött, vagy abba hagyta, vagy esetleg kiírta, hogy gyerekek, végeztem, köszönöm a türelmet. Tehát ha van az ügynek folytatása, küld már el nekünk, mert nagyon tetszik a történet. Jó? Rendben, mindenképpen, köszönöm Köszi. Nektek. Szép napot! Ciao, hello! Hello, Adam, köszi! Többen kérdezik, hogy mi van, ha fúró az egy magnóról jön, igen, vagy MP3, igen, de hogy hallod a falon, ha tényleg rezeg a fal, azt te hallod, hogy valójában fúrnak, igen. Gyorsan még egy-két SMS, mert szenzációs csak jönnek. A szobabicikli nyikorgása és a zongora szó majdnem minden délután az is jellemző ránk. Aztán nálunk a felső szomszéd gyereke most tanul járni, és reggel 8-tól este 8-ig tologatja a csempén a széket. 8-9-ig csönd, 9 után az apukája és az anyukája kényeztetik egymást körülbelül 11-ig. Hmm. Gyerekek, gyerek mellett papa, mama, minden nap 9-től 11-ig, milyen aktív? Hát, nem? Le a kalappal. Készülnek a másodikra. Le a kalappal, igen. Húsklopfolásnál az alsó szomszéd egy percen belül feljött, hogy felújítunk, vagy aerobikozunk. Nem, csak vasárnapi ebéd. Aj, nagyon jó. Az én rohadt felső szomszédom hajnal 2-től hangosan ásít. Az, de utálom. Az mennyire utálod, mikor valaki így ásít? Igen. Aludjon. Hangosan pukizik, meg ordít. Hát ha már mondjuk a pukinak hangja és átjön, akkor ott azért nagy komoly teljesítmény lehet mögötte. Egyrészt vagy nagyon vékonyak a falak, mert egy puki. Hát vagy igen. Erős a bélmozgás. Azért rohadt felső szomszédom hajnal 2-től hangosan ásít. Igen. Felső szomszéd éjszaka hajnal 2-ig rendszeresen órákig porszívózik, csak fémcsővel a járólapot. Atya, úristen. Nagyon-nagyon jó SMS-ek vannak. Nálunk a szomszédok igen hangosan hegesztenek este 11 után. 4 menet alatt meg sem állnak. Főleg a nő baromi hangos. Ez Balázs küldte nekünk. Igen. Az én szomszédomat annyira hallom, ezt figyelt, hogy múltkor, amikor zenét hallgatott, be tudtam sezamozni a számot. Ugye van egy ilyen appre, egy program, hogyha te hallasz egy zenét, megnyomsz egy gombot, oda tartod a telefont, és megismeri, hogy mi. Na most ahhoz elég közel kell tartani. Az milyen, hogy az iPhone ezt felismerte, igen. Társasházi kiírás, nem teljesen ide vonatkozik, de nagyon jó. Társasházi kiírás nálunk, kérjük a lakókat, a csőtörést előre jelezzék. Hogy? Te figyelsz, nagyon jó. Tényleg, mennyire szellemes a házmester? Mennyire szellemes, igen. Igen. Jó, és akkor még ilyenek, de ez már nem a konkrét zajokhoz kapcsolódik. Éjjel 2-kor slagot az ablakon kérezte, a második emeletről locsolja a szomszéd az utcán lévő bokrokat és fákat. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral